Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. 6 óra múlt pontosan 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Jó reggelt! Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Szakadó eső van, dugó a Lágymányosi hídon, gyerekek. Pirosra váltó villamos átengedő lámpa, úgyhogy hát nagyon... Nem túl vidám. Nem túl vidám, és nagyon-nagyon necces volt, hogy ide érek, de sikerült. Mert az a baj, tudod, hogy megint az történik a három sávon, a körúton, ahol én jöttem, ott is a középső sávon fél. Fél, az esik az eső, ugye? Tehát, hogy elhoztad otthonról a nagy esernőt, aminek 4 kereke van. 42-vel mentek a középső sávban, és lehúzódni is fél, mert onnan meg leesik. Nem. Tudod miért? Mert ők a rendes emberek, ők azok, akik kívülről bejönnek azért, hogy a megállóban állókat ne fröcsköljék le. Ez mondjuk rendes, ez úgy de jó vagy. Igen, ebben igazad van. Mert aki 40-nel megy, az megérti a kis embereket, akik ott állnak a megálló. Jézusom! És ahol nincs megálló, ott nem lehet, hogy lehúzódik, hogy ahol csak megálló van, ott még leracsít 20-ra, vagy ott behúzódik. Jó, mindenre én sem tudom a választ. Igen, tényleg kemény egyébként, nagyon-nagyon-nagyon sok lassú ember volt, ami persze nem baj, nyilván esőben egy kicsit izgulnak, meg lassabban mennek, de hogy reggel 5:30-kor, vagy 3:30-kor miért van dugó a Lágymányosi hídon, az, és egyébként semmi okuk rá, mert egy sávra szűkült a forgalom. De a magyar emberben van egy ilyen, megnézem, hogy mit csinálnak, lelassulok, és moziznak. És rájössz, hogy a dugó azért van, mert moziznak. Nem azért, mert hogy egy sávra szűkül a forgalom, mert behúzódsz egy sávra, és nyugodtan 50-en átmész egy sávon. Bóják vannak kirakva a belső sávba, aszfaltoznak. Hát lelassítok, megnézem, hát nézzük már meg, mi történik. Hát a bóják. És egy kilométeres sor, érted? És nem érted, hogy miért? Nem érted, hogy miért? A bójáknál először az van, hogy elgondolkozol rajta, hogy akadálypálya-e vagy sem. Tehát, hogy rutinpálya van, kell-e kerülgetni a bójákat, aztán rájössz, hogy nem kell, el kell menni mellette, akkor már csak megnézed, hogy mi van kibójázva, jelentem villamos sínt építenek a Igen, hídra. Meg aszfaltoznak itt két lyukat. Igen. Úgyhogy ezek, igen, hát így. Na, úgy, de mindenki hogy, figyeljen oda, város, hogy tényleg ne kelljen beolvasnunk sok SMS-t, amik abban megegyeznek, hogy ugye mindenhol balesetek lesznek, vagy vannak meg, akár. Előzzük meg ezeket a dolgokat. Nem, talán már nincs most az ma, mint tegnap, mert ugye tegnap le is fagyott, tehát az volt a nagy baj, főleg vidéken, Budapesten még így hagyján, de hogy Zalaegerszeg meg környéke, meg egy csomó helyről írtátok, hogy le is fagyott, most már annyira plusz van szerintem, vagy mit mértél, mert az enyém ugye nem érte. Plusz, erősen pluszt, nem, 6-ot, 7-et valahogy, tehát nincs igazából hideg, sőt 13-14 fok lesz ma, úgyhogy az egészen barátságos kis időjárás. Nem egy klasszik februári időjárás, de nem rossz, csak ez az eső, ez ne lenne. Mi újság egyébként? Csend és nyugalom a városban, nagyszerű veszekedéseken vagyok túl tegnaptól ilyen ismeretlen emberekkel. Van nálunk ott néhány, hát hogy is mondjam, bemennek a kisboltba, tudod, a lecsavarható nyakú kézigránátért. Aha. Ez ilyen 0,5 literes, vagy decis, nem is literes, töltetű kis kézigránát, kijönnek, és megisszák, és ott elkezdik szétdobálni. Uh-huh. És akkor én így azt gondoltam, hogy de én vagyok a hülye, én már ezt annyiszor megfogadtam, hogy én nem szólok senkinek, tudod? De itt nagyon normális voltam, mondtam, hogy jó napot kívánok, csókolom, hogy mi itt lakunk nem messzire, nem csak mi, hanem még sok ezer ember van, és bennünket ez csak egy picit zavar, hogy itt így ezt látjuk szétdobálva, arról nem beszélve, hogy amikor ezt ő nem tudja eldobni, mert már annyira be van mákolva, volt egy kis salalabár délelőtt is, hogy nem tudja eldobni a bokorik, hanem kiesik csak a kezéből. Csak lepottyan az aszfaltra vagy a kőre. Igen, akkor ez kidúl, vagy széttörik, igen, belelép, nem szerencsés. Belelép a gyerekem, a kerékpárosoknak tönkre megy a gumia, hogy nézzék csak nézni, hogy 8 méterre ott a kuka. De hogy én szívesen elviszem, hogy figyeljünk. Még a maga alá állapotában is látszik, hogy ott van az a kuka. Igen, még szerintem ő is. Na, onnantól kezdve, mi a anyád ész hoz bele, és akkor egy kicsit így húztam magam, mondom, nem úriember leszek, senkit nem verek agyon, mert itt a embert nem bántunk, bántja őt a jóisten, és mondom, hogy nem veszekedni akartam, és tényleg szépen kértem meg, mert úgy nézünk ki, mint egy szeméttelep, és igen, én itt nem lakom. Jó. Igen, meg az összetörés, úgyhogy volt egy ilyenem. De hogy nincsen ezzel gond, fogyasszon, hogyha akar, ez jó, meg, kis közértnek is jó, nyilván abszolút. Neki is, csak ott van az a szemetes, de azt nem érted, hogy az ember saját otthonával ezt nem csinálja, neki meg nyilván a második otthon a kis közért, hiszen minden reggel betér oda, meg délután, meg talán este is, egy-egy kis lecsavarható tető kiflire, hát akkor... Ja. Lecsavarható tető a kiflire. És izére, igen. Ez a roppantos kiflire. Gyümölcsnap. És akkor mi lett? Megvetted? Hát semmi, de nem bántok én embereket. Hát embereket te? Nem. De egyébként néha így megfordul bennem, lehet, hogy nyomatékosítani kéne. Nyilván van a következménye a dolognak, de hogy lehet, hogy abból ért.
ilyen korrekt magyar se. Mondani, abból se valószínűleg. Aztán bánatos lenne megint bemenne egy. Igen, és megint szét csavaros tetej, aztán megint szét tovább. Na, ez volt délután a másik, van egy mamóka, egy tényleg ilyen idősebb asszony, aki minden este ott megy el előttünk, és hát ő vitatkozik, de egyedül van, de tudod, de nagyon vitatkozik. Tudom, egyre több embert látok egyébként saját magában beszélni, meg vitatkozni. Hát őszegény meg kicsit megkattant, és az előttünk álló parkoló autókat módszeresen szörnyeknek nézte, és ősi ellenségeinek, és elkezdte ütni az autókat. Na most te mit csinálsz? Már fölhallatszott a dolog, kiállok az erkélyre, mondom, kezeit sokan vetessék arra gondolni, így jel, nem bántanak, nem fogják magát megtámadni a szörnyek, nem tudom, hogy mit gondol. De hát ő meg teljesen lepattant róla ez a dolog, akkor még ott egy járók elő oda. Miért tetszik ezt csinálni? Mit fog szólni a bank? Az ott mind a bank autója. Igen, ha jönnek magáért, akkor oda ment hozzá egy járók elő, és próbált, és ment el az autók mellett, szerencsére bot nem volt, kézzel rávert az elejére, az oldalára és a hátuljára. Azt nem néztem meg, hogy behorpadtak-e, ott oda ment hozzá egy járók elő, az is próbálta elmagyarázni, na a mamzi, este 9 vagy 10 óra volt, üvöltve, mint az állat. Nem látod, hogy ezek engem támadnak? Ó, szegény. Na jó, de ilyenkor mit csinálsz? Hagyod, mert bolond szegény? Tehát hagyod, hát nem, de hogy is, hát nyilván finom a rászhoz, főleg ha ott parkolsz. Igen, tehát hogy végverj ott az összes autót. Jó, gyönyörű napom volt. És akkor te vágyódsz el Olaszországba, tiszta Nápoly. Egyébként nem. Már csak át kéne húzni a gatyákat. Milyen környéken lesz te, Feri? Végig verekszik szemetel. Igen, a Nápolyban, Nápolyban nem vagy ennyire veszélyben, mint állatok ott a 13. kerületben. Szépen dinamikusan fejlődünk. Hát a lakosság ezen részében vannak még problémák. Na, nem baj az. Gyerekek, mi történik a téli olimpián, mert egy kockát nem látok belőle. Nem, mintha bármelyik kis sport is érdekel, mondjuk a síelésen kívül, de hogy így van valami, ami jó? Van. Vagy amit úgy érdemes nézni? Van. Eleve a téli sportágak hát annyira nem érdekelnek. Csak úgy kérdezem, hogy volt valami az elmúlt három napban, amire azt mondod, hogy ez de kár, hogy nem láttad. Mit tudom én, mint egy ezres kajak döntő az olimpián, ami akkora meccs volt, hogy úristen, volt ilyen? Bármi történik ezen a téli olimpián? Mi benne vagyunk, olyan? Hát szerintem mi pontszerző helyen, ha tudunk végezni, az jó. De mit tudom én, hogy az amerikai snowboardos, te olyat, vagy mit, bármi. Hát Albesi Sibben most volt egy 16. helyünk, ami egy nagyon-nagyon szép eredmény, mert hogy soha senki. Az nagyon szép. Aha. Nagyon. Igen, az a fiatal lány, nem? Aki, ő nagyon tehetséges, igen, nem tudom, nem mondjuk sajnos, az első arra, hely, az futott világrekordot? Azt tudom, hogy voltak, dőlt meg egy csomó rekord. Igen? Most, igen. De egy kockát sem néztek ti semmi. Engem csak a biatlon érdekel belőle, ezt szinte megmondom, hogy, és ott sem mindenki. Aha, de van egy jó biatlonosod, igen, Björn Dahlen. Ola Einar Björn Dahlen, aki ugye most szerezte meg a 7. olimpiai bajnoki címét, ugye nagyon nagy alakja a sportágnak, ráadásul ilyen 40-es, és ez engem hogy elég régóta foglalkoztat, hogy ő hogy a jó Istenbe csinálja, tehát hogy így. Neki volt egy olyan időszak, igen, az öccse az idősebb Olén. Nem, semmi közük nincsen egymáshoz. És akkor tegnap most majdnem sikerült megcsípni egy harmadik helyet is, és ezzel minden idők legsikeresebb biatlonistája lehetett volna. De még most nem tudom, hogy van-e esélye még, hogy van-e még hátra olyan szám, amiben indul, de ő egy hatalmas alakja a sportágnak. És mit csinál? Lövöldözik? Biatlon a sílőbe. Sílővészettel foglalkozik. Sose értettem, hogy a 6 km-es sílés után hogy tudjam pontosan becélozni, hát időmet kiköpném, nem? Meg ha még 6 km-t után, de 10 km-t. Hogy így hogy? Honnan tehát, van a sport maga? Mikor lesielek így a felvonóig, és vadászott. Igen, fölfele van a felvonó, és tudod, így át kell síelned, vagy van egy rész, és kicsit löknöd kell, ugye ott az a lényeg, hogy minél többet legyél egy lécen, mert akkor tudsz jól siklani, hát a tüdőmet kikötöm. Hogy ezek ott hogy mennek oda föl, meg utána lőnek egy kicsit pontokra, a számomra teljesen nagy. Hogy tolja ezerrel, tehát hogy úgy síel, ahogy te soha nem fogsz, és akkor amellett még időnként megáll, lekapja a hátáról a puskáját, és célba lő. És akkor lenyugtatja az ő szívét. Igen. Amire lefekszik, ugye az a sztori, hogy szétrakja a kis lábait, hasra veti magát, és állítólag van valamilyen technológia, amivel ő megnyugszik. Igen, persze, hát ezt a nagyon tudja. De várj, 5 másodperc alatt, hogy? Hogy? Valahogy úgy kezd el levegőt venni, hogy lelassítja a pulzusát. Ugye, te ha most visszatartod a levegőt, abban a pillanatban esni kezd a pulzusszámod. Tehát észrevehetően egyszer csak elkezdesz lassulni. Na most nyilván ezt ők csinálják valamilyen légzéssel, hogy lelassítják. Ja, például, ha sokáig nem veszek, akkor el is ájul. Akkor például el is ájul. Egyébként ezt nem tudod megcsinálni. Ezt nem tudod megcsinálni. Magadat nem tudod elájultatni. Hihetetlen álló képességük van. Tehát önmagában már a sífutás is elképesztően durva. Megerőltető, hihetetlen, ilyen befutok már lehet, amikor lehet látni őket, hogy már szinte szél a szél húzgálják az összes versenyzőt, mert nem férnek el ugye a célvonalban tőlük, mert mindenki összeesik a célvonalon való áthaladás után, és így az életükért küzdenek. Igen, és akkor még lövöldözzél célba.
Lövöldöz. Hát még egy párat ott belengedsz egy kicsit. Láttam ilyen befutót, az is érdekes volt. A sífutásban van kétféle kategória. A free, meg a nem tudom mi a kötött pályás. Lécet cseréltek a verseny közepén, nagyon jó volt, elkezdtek menni egyfajta technológiával, elment a feléig, voltak ilyen kis boxok, beállt az arc, átlépett egy másik lécre, továbbment, és ahogy befutottak, mindenki eldőlt. Ja, igen. A havon. Nem tudom, mi van ott a célban. Nem tudom, hogy mi lett, de legalább három ágyat tegyenek már oda, hogy le tudjanak feküdni. Mindenki elvágódott. Embertelen teljesítmény, tényleg az. Úgyhogy ennyi körülbelül, ami nekem is a téli olimpiából megvan. Amit viszont tegnap láttam, kitalálták maguknak, ugye vannak a nagy kerékpáros körversenyek, a Tour de France, a Vuelta, meg a Giro, és kitalálta magának Dubaj. Hát te olyat még nem láttál. Kitalálta magának Dubaj, hogy neki kell egy kerékpáros körverseny. Hát apám, a tengerparton, hogy hívják a nagy szállodát? A Burj Al Arab. Ott mennek el előtte. Na most az van, hogy általában az ilyen kerékpáros körverseny közvetítéseken van mondjuk 4-5 motoros, aki motorozik, háttal ül neki egy polgártárs, és azt kamerázik. Na most ilyenből van nekik 36, de várjál, a helikopteres közvetítést azt 8 helyről nyomják. De 8-ról, mondjuk a túron van egy helikopter, vagy 2, itt van 8 darab, és hát amit el tudsz képzelni, tehát maga a vakítás van, szerintem a versenyen már senki nem foglalkozik, mindenki áll az utcán és integet a helikoptereknek, meg ráközelítettek ott a nagy szálloda mellett, van egy másik ilyen vitorla alakú szálloda, aminek az oldalában végig teraszok vannak, mindenki kint volt, és gyakorlatilag az volt a sztori, hogy ki tud jobban integetni a helikopter. És mindenkit a helikopter érdekel. És mindenkit, ja, de nem egy van, mondom, hanem 8 a közvetítésen, tehát ezek kicsit túltolták a fiúk. Hát óriási. És ezért láttátok a dubai rendőrség bevásárolt? Ne, az nem. De. Mi ez? Vettek egy-két rendőrautó, de úgy gondolták, hogy hát ők mégse a Skodával, meg mit tudom én, a Volkswagen csoporttal, amik a Skoda is az, de hogy mit tudom én. Tehát nem egy eres. Nem egy eres, Octavia. Vagy nem egy Octavia, igen, nem egy eres Octavia, nem egy Passat, nem egy izél. Vettek, azt hiszem, Lamborghini-ket, Ferrari-ket, meg Bugatti Veyronokat, és az 1001 lóerős Bugatti Veyron az egyik, a másik, és azt mondták, hogy tulajdonképpen nem kellenek ezek annyira, mert nem is azért, mert gyors autók, hanem rendőrség presztízsét szeretnék így egy kicsit jobban helyre állítani. Bugatti Veyron, Ferrari, még nem tudom, miket vettek még. Igen, vettek egy ilyen Ferrari FF, azt biztos tudjátok, hogy mi, egy Bugatti Veyront, mert hogy már volt nekik egy Lamborghini Aventadorra, egy Aston Martin van 77, meg egy Merga G63 AMG. Ezt értetek. És akkor a G63 AMG az a G-Merci, az szép, az egy Jeep, vagy egy ilyen terepjáró. Az G63 AMG, az Brabus tuningos, az elég cudarul néz ki. Elég jó hangja is van, igen. A presztízs miatt, hogy így. Hogy az állampolgárok azt mondják, hogy menők a rendőrei. Ne sajnálják le őket. Tehát, hogy ott mindenki ilyesmivel jár. Érted? És akkor ciki odaállni az eres, nem tudom mivel, vagy a Volkswagennel, tehát nem teheted meg. Érted? A magyar rendőrségnek oké, a Suzuki, mert nagyon sok Suzuki van, meg nagyon sok Skoda is, az tök jó. Ha jól használják őket, rendben van. De most ott odaállsz egy valamivel, hát nem lehet. Hát ott nem tudsz, persze. Meg nem is érted utól őket. Azt mondtam már, hogy ott ugye nem a kocsi a nagy szám, ezt mindig elmondom, imádom ezt a sztorít, hanem a rendszám. Minél kevesebb betű, minél kevesebb szám van a rendszámon, annyival többe kerül a rendszám. És van olyan rendszám, ami egy betű vagy egy szám, akkor látod, hogy a sejk jön vele, és az többet ér a rendszám, mint a kocsi. Tehát ott már nem az, hogy most milyen kocsid van, senkit nem érdekel, most van egy Bugatti Veyronod, amit 1 millió euró, meg kit érdekel? Milyen rendszám van a kocsidon? Mert még Bugatti Veyronnal sehol nem vagy. Kevés betű, kevés szám, akkor lehúzódunk, mert akkor te valami nagy ember vagy. Sejk 0-1-el beljebb lennék. Hát egy sejk 0-1-el, igen, de akkor csak mint S0-1, tehát minél kevesebb betű, minél kevesebb szám, az a lényeg. És onnan tudod, hogy valami nagyon nagy ember elmegy előtted, hogy mit tudom, F5 a rendszám, vagy F11, és akkor azt látod, hogy jobb lehúzódni. És akkor megveszel egy ilyen rendszámot, mondjuk 80 millió forintért, vagy 100 millió forintért tudsz hozzájutni az rendszámhoz. Rendszámod drágább, mint a kocsi, amiben ülsz. Azt most van egy, mit tudom én, egy Enzód, vagy bármi, mondjuk az Enzo az 300 millió, de van egy Ferrari-d, egy Kaliforniád, az semmi nem számít. Mert az már nem lóksz ki. Mi a rendszám? Aha. Azt mutasd meg. Ez tök jó, nem? Ha látsz egy Norbi 01-es Volkswagen-t, akkor azért tudok. Az a márka hűség, igen, oda kivinni. És aranyból van vajon a rendszámtábra tartó? Nem. Gyémántal fölfúrva? Igen, a aranyporral behintve, igen. Gyémánt hintőporral. Azt nem tudom, hogy maga a rendszám miből van.
De ez a lényeg, hogy így próbálnak meg egy kicsit még így szűkíteni a körmet. Tényleg nem tudnak magukkal mit kezdeni. Tehát, hogy nekem ez a például, hogy nekik kell saját körverseny, meg nekik kell saját triatlon verseny, mert van egy olyan sejk, akinek a fia triatlon, azok is ez a szülő vágya, hogy akkor legyen dugajnak is egyet. Igen. De hogy azért valljuk be őszintén, például a nagy körversenyeknél, ugye azért vannak egy picit unalmasabb szakaszok is, és akkor mutatják mindig a tájat. Na most mutasd már Dubajban a tájat. Ja, semmit, az épületeket mutatták, mert ráadásul városban megy, tehát hogy Dubajban megy magában a verseny, mert a sivatagban ugye ki nem viszik ki őket. Halálosan unalmas náluk. Mert tehát. És akkor ott is a két kommentátor srác mondta, hogy a jacht kikötőt fogjuk most megtekinteni, utána a szállodát. Nincs semmink, úgyhogy legyen mind, viszont pénzünk van, úgyhogy legyen mindenünk, ami a világnak van. De ráadásul úgy, hogy Dubaj annyira el van adósodva, hogy az elkövetkezendő 80 év olajkészletét már eladták a németeknek, meg az amerikai iszonyatosan el vannak adósodva. Persze, ott Abu Dhabi sejkje az, aki most már tulajdonképpen hitelez Dubajnak, mert ugye Abu Dhabi meg Dubaj rivalizál egymással, hogy ki a jobb, ki tud több turistát hozni. Akkor Dubaj fölépítette a Burj Al Arabot, akkor Abu Dhabi azt mondta, hogy jó, a kapjátok, akkor fölépítették a Ferrari parkot, ami a világ leggyorsabb hullámvasút. Olyan fönt van, amikor a Massa meg az Alonso kipróbálja, ugye? Akkor mit tudom én, akkor Abu Dhabi, vagy Dubaj fölépítette a nem tudom ilyen korálszigetet, akkor Abu Dhabi nem tudom, odahozatott valamit. Tehát a két sejk ugye rivalizál egymással. Abu Dhabi akkor fölépítette azt ami a Sheikh Zayed Roadnak a végén van Abu Dhabi felé, az a nagyon magas, amire a Mission Impossible torony is az a lehetetlen magas felhőkarcoló. Most, hogy mondod ezt a Sheikh Zayed Roadot, most már emlékszem. A Sheikh Zayed Road az a imádni való. Ugye? Jó, az egy 2x4 sávos út, az a Sheikh Zayed Road, ugye úgy hívják a sejküket Dubajba, az út megy egyébként Abu Dhabiba. És akkor ők fölhúzták a világ legmagasabb tornyát. Na akkor most Dubaj újra elkezdett építkezni, de Dubaj közben eladósodott. Aha. És az Abu Dhabi sejk az, aki folyamatosan hitelez a dubai sejknek, ott már 50 évre előre eladtak innen. Annyi építkezésük van. Na, amikor az olaj elfogy, ez az ország a világ legszegényebb országa lesz. Ja, hát elfogy az olaj. Homok meg a Bugatti Veyronok. Elfogy az olaj, és ott körülbelül egy 3 éven belül mindent betemet a homok. És a természet visszáll. Tehát nagyjából ezt prognosztizálják így előre, hogy ez lesz Dubajból. Nagy hivalkodás, tudod, tönkretették a partot, tönkretették az élőlényeket, kihaltak az állatok a tengerből, hát fölépítették ezeket a nagy korálzátonyokat. És mindent megborították. Minden, vele. Fölborították az ökoszisztémát, hát én voltam a dubai tengerparton, hát olyan, mint a Lupán sétálnál. Egy hal nincs benne, vagy semmi. Csak többe kerül oda menni, mint a Lupár. Igen. Rettenetesen üres hely egyébként. Tehát, hogy a pénzverésnek és a pazarlásnak a csimboraszója. Lehet, hogy itt takarékoskodnak, hogy már legyen mit eladni, ha elfogy az olaj. Aha. Hát miért? Mert ha az alig használt Veyron eladó, 300 milliába kerül, kettőért eladod, már is van 200 milliót. Hát olyan szinten vannak eladósodva, hogy a 10 Bugatti Veyron sem segít már nekik. Egyébként, szóval tényleg, amikor azt látod, hogy olyan értelmetlen hivalkodás, meg olyan értelmetlen pénzszórás, ami benned már itt szorongást kell, tehát amikor már tényleg nem tudnak mit csinálni, és tényleg olyanokat építenek, hogy semmi értelme. Jó pár évvel ezelőtt voltam, de nem vágyom vissza. De egyszer megnéztem, de nem egy jó hely. Volt. Minden tönkretettek. Ja, és állandóan építkeznek, hát az meg a másik. Mondjuk az egy ilyen arab sajátosság, Egyiptom, amire azt mindig építünk. Tele vannak befejezetlen építkezéssel. Az állítólag az a titka. Az adó, nem? Az adó. Ugyanezt meg Görögországra is, hogyha építesz egy házat, akkor ne rakjál rá tetőt, mert egyrészt úgyse esik, tehát mi a francnak, egy ilyen lapos tetőt csinálnak rá, és 4 szögvasit kiáll a tetőből, és ha jön a bizottság ellenőrizni, hogy akkor fizess be az adót, azt mondják, direktor úr, hát látja. Ha, folyamatban van. Lesz itt még egy szint. És akkor az 50 évre úgy van. És őket nem is zavarja, meg hát még, na, Egyiptom ennél még durvább, ott egy fél falat is felhúznak, egy picit így egy kis állványzatot meghagy rajta, hogy lássák, hogy mindjárt jön a munkás ember befejezni, és az úgy van egy 40 évig, de hát ha Allahnak nem szúrja a szemét, akkor ugye bennünket hát, még zavarna. Hát ennyi. Igen. Na mindegy, úgyhogy érdekes kis történet ez ott, igen. Nem is tudom, egyszer valaki elmesélte még a szociális hálót, hogy dubaiak egyáltalán nem dolgoznak, nem tudom, mert hány milliós nyugdíjad van, ha új életet kezdesz, mint gyerek, akkor lakást ad az állam azonnal, mint 20-30 milliós betétet kapsz, nem kell dolgoznod. Tehát valami olyan szociális hál, ami ilyen felfoghatatlan. Tehát ilyen menő. Teljesen hát elvetem. Jogon jár, hogy nagykorú leszel. Igen, nagykorú leszel, igen, vagy megházasodsz. Ott voltak magyarok, akik már elég régóta kint éltek, és ők elmondták, hogy néz ki. Hát ez nem egy magyar nyugdíjrendszer. Igen. Tehát kicsit már más, hogy pakisztániak dolgoznak, indiaiak dolgoznak, a Dubai egyáltalán nem dolgozik, tehát csak vendégmunkások. Ilyen menőbb helyeken talán esetleg.
és irdatlan. Irdatlan fizetések, irdatlan nyugdíj, gyerekre, lakás. Ha megszületsz, akkor azonnal az állam tesz be neked valami 20-30 millió forintnak megfelelő kötvényt a nevedre, ami 18 éves korodban megkapsz. Na, ugye, jó, az. 6 évvel ezelőtt voltam. Látom a karácsonyi könyvpiac slágerét, a Dubajban segélyen élni egy sikertörténete. Igen, igen, segélyek. Csomó mindent, tehát hihetetlen, hihetetlenül más. De nyilván van miből, hát ott azért így tudnak költeni, vagy tudtak egy ideig. Hát addig, amíg van foszilis tüzelőanyag. Igen, nem tudom, hogy ők másban gazdagok, vagy miben gazdagok. Semmi igazán, másban. Semmiük nincs. Semmiük nem? nincsen az olajon kívül. Hát meg a homok, de hát... Hát az, igen, az... Építkezésnél fontos. Hát, arra jó például. Igen, meg ide a plázsra. Igen. Na jó, van, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezet a tisztelt hallgatóság. Már megint? Hát igen. Pista bácsival játszottál tegnap, játsztál tegnap Pista bácsival. Pistával vagy Pista bácsival? Pista bácsival. És mert hogy nem tudjuk. Kihúztátok az egy percet. De hát az ugye azt jelenti, hogy ő nyert. Tehát akkor most megnyilvesztésre állunk. De miért? Medőjünk a kardunkba. Na jó, de iparkodnunk kell. Az igaz? Nem? De hozni kéne. Fogjuk. Hozni fogjuk? Hozni fogjuk. Jó, van, már én nagyon elszánt vagyok ebben a tekintetben, már hogy hozni fogjátok. Nekem az önbizalma megingott így az elmúlt egy hétben, úgyhogy... Na jó, van, fél hét van pontosan, akkor lehet jelentkezni játékra. Jó, akik bátrak és vállalják a kockázatot, hogy kiálljanak velünk, nem vagyunk annyira félelmetesek így az elmúlt egy hétben, de azért lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc, 0 pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Az M2-es metró az Őrsvezér tere és a Puskás Ferenc stadion között újra közlekedik. Miklós küldte ezt nekünk, akkor ezek szerint volt egy kis megállás. Csomád előtt nincs vasúti lámpa. Óvatosan menjen mindenki, és a Hungária kerepesi sarkán még sötét van, jelző lámpák jól látható helyen elhelyezve, és kiválóan működnek. Na, de jó hangzik. Van, akit jó hírek is, így van. Na, 1-0-ra vezetnek a játékosok, ugye? Vagy a hallgatóink, pontosabban. A múlt hetet elvesztettük, úgyhogy ez most... ennek most már a felesem tréfa. Így van. És egyébként nagyon jól fogalmaztál, mert ők a játékosok, mi ezt hivatásszerűen űzik. Hivatásszerűen bénán. Nekünk ez meló. Na megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt. Hello, Timi. Timi, honnan hívsz minket, Timi? Vecsésről. Vecsés. Majdnem Lőrinc. Majdnem Lőrinc. Tényleg. Na, hogy hallottad, hogy mondta? Hát, majdnem. Vecsésiek kikérik maguknak, hogy majdnem Lőrinc. Vecsés az vecsés, persze. Hát ez egy külön kis... Kasztük a vecsésikaszt. De én vecsést is szeretem ám. Jó, van, nem kenyalni. Timi, mit csinálsz ma reggel? Hát éppen ebédet főztem, rádióztam, most készülök munkába. Ja, hogy reggel gyorsan összeütetted az ebédet, most mész dolgozni, nagyon szorgalmas vagy, egy kis hangya vagy. Tényleg? Mi lesz az ebéd már így 7 órakor? Hát kérlek szépen, brokkoli krémleves lesz, sült bacon cipszel és mandulával, illetve a Feritől tanult kis paradicsomszósz kicsit hússal megstékelve bolonyaival. Azt csináltad meg, de azt drága vagy. Jaj. És ezt már mindre kell 7-kor Feri recept, brokkoli leves, a mindenit. Hánykor keltél? 3-4-6. Aha. De kinek kell ebédet csinálni? Te vagy otthon, vagy a gyerek, vagy? Családnak, igen. Ja, hogy a gyerek, mekkora? 14. 14 hónapos, 14 éves? Nem. Szerinted egy 14 hónapos eszik bolonyai spagetti? Nem, de például egy brokkoli krémleves simán egyébként. Igen. Igen. Hát ő az biztos nem fogja megenni, nem 14 éves, meg hát a páromnak már nem tudok az olyan délbe, és akkor így, hogy legyen nekik kaja. De rendes anyu vagy. Na jó van, kivel szeretné játszani? Hát én a kis hobbi szakácsotokkal. Jaj, már a Feri recept árulkodó voltam. Igen, igen, azért a receptet megcsináljuk, de beszólunk. Mi? Nézd meg. A hobbi szakács. Jó van. Jani? 3, 2, 1, fire! Szereti a gyerek a brokkoli krémlevest? Utálja. De viszont nekem lenne egy kérdésem, először is szeret. Akkor miért főzöl neki olyat, ha utálja? Mert mi szeretjük. Aha, értem. Akarsz kérdezni? Szeretnék. Tessék.
Szeretném megköszönni, hogy válaszoltál az e-mailemre, mert én voltam az, aki a... Aha. A barátnőimmel Nápolyba mentünk, és te adtál tippeket, hogy miket kóstoljunk meg. És imádtátok? Jó volt Nápoly? Aha, írtó jó volt, mindenkinek nagyon tetszett, de egy kis problémába ütköztünk, úgyhogy szeretném, ha megosztanál most velem a velencei asszony tésztáját, mert bárkitől kértük, mindenki nézett ránk, hogy borjú az új kapura. Találkoztatok az étellel? Sehol. Hiába kértétek. Hiába, pontosan. Majd megírom, úgy jó lesz? Tökéletes. A Vezúvon voltatok fönn? Aha. Tényleg? Jó volt, nagyon. Nagyon hideg volt, de hát igazán... Hó volt? Fikrázó napsütés, és hát igazából engem Pompei varázsolt el. Szép a tévé! Megfoghatatlan! Aj, gyerekek! Nyomta! Nagy a baj! Ez az! De jó! Köszönöm szépen! Ügyes voltál, Timi! Na, francia! De ügyes voltál! De nagyon, ha-ha! Igen, aha, meg... Hát valószínűleg a gyerek kiborult volna, mert nálunk mindig az, hogy nem válaszunk így, nem aha, meg hanem igen, igen, de... Én mindig szólok igen a gyerekre, igen. Tibi, megvan az ajándékcsomag, mert vagy. Köszönöm szépen. Küldjük neked, ciao. Rendben, köszönöm, hello. Már jön az SMS, volt egy nem. Már kérlek, azonnal indul a módszerolás. Én nem hallottam, persze, hát függetlenül lehet, hogy igazuk, én nem hallottam. Sikítottam volna azonnal. Gyerekek, 2-0, csak mondom, hogy 2-0, a múlt hetet elvesztettük, szörnyű. Na most van baj. Ez az a szituáció, mert azt mondom, hogy most van baj. Nem is emlékszem, hogy volt-e, hogy két hetet kikaptuk, ilyen nem volt, ez nem történhet meg. De ezt még nem vesztettük el, ezt a hetet, könyörgöm. Necces, csak nem az a baj, jól. Péntekig minden nap nyernünk egy gyerek. Meredek. Nagy a baj, ezt most úgy érzem, nagy a baj. Meredek. Ez nagyon meredek. Nekünk itt felé hátra kell vonulnunk. Én régen egy jó alap voltam ebben a játékban, de hitehagyottá váltam. Elment az önbizalmam, és folyamatosan kikapok, úgyhogy magamat meg kell találnom újra, mint egy focistának, aki hónapokig nem rúgolt, mert nem, nincs sikerélményem, nekem se. Hozzunk neked egy sportpszichológust. Valami magunknak, igen, ne nekem, magunknak, gyerekek, magunknak, mert hogy itt nagy baj van. Kettő, a rohadt életbe. Nem akarok kikapni, na, nem szeretek veszteni. Megértem. Sportember vagyok, sportolok, mindig tétre játszom, helyre, befutóra, utálok kikapni. Na, akkor egy gyönyörű hármas nyerő szériát kell összekapni. Valamit csináljunk. Figyelj, megmondom, mi van. Holnap beszéljük meg, hogy ki érzi magát a legjobb formában, aha, és az játszon. Jó. Tehát ne az legyen, hogy most akkor ők itt választanak, hanem legalább mi mondjuk meg, hogy kivel. Ki azért nem jó. Ki indisponált, ki van jól, nem? Azért nem jó, mert a magabiztosságunkkal eddig sem volt semmi gond, de most sem jött be. Tehát nézzük meg, hogy holnap ki az, aki majd nagyon magabiztos lesz, és ne ő legyen, hanem az, aki a legkevésbé érzi magát. Flott. Ja jó, tehát aki nagyon fáradt, kicsit úgy érzi, hogy béna, keveset aludt, nyomott hangulatban van, legyen az. Igen, jó, igen. Benne igen vagyok, nekem mindegy, csak nyerjünk. Ezek az egyértelmű dolgok most hetek óta nem jönnek be. Nagyon nem. Litér és Herend között sűrűköd, ne rohanjatok, csacsa. Küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. És igen, és ennyi. Hmm. Na jó, elmegyünk. Szala azt írja, hogy nyomingerek, de ne emeljük, és szerintem nagyon jól játszottatok eddig. Ja, te még nem játszottál a héten. Már én nem, majd a hallgatókat értettem. Ja, igen. Most komolyan. Figyelj, gondolj arra, hogy holnap rajtad mehet el a hét. Úgyhogy edzél, készülj. Teretes vagy. Készülj, edzél. Nem, hogyha holnap rajtam elmegyek, azt fogom mondani, hogy ott volt a hétfőn meg a kedd. Így van, és igazad. Ki hozott minket ilyen helyzetbe? Jó, nyilván Balázs nem cseszegetett, tehát én. Hát fel. Igen. Na jó van, 2 perc van pontosan 7 óra. Jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 10 percen, hello mindenkinek, jó reggelt, Jani, Feri, hello nektek hello is. Balázs, Feri, sziasztok. Jani, Balázs, sziasztok. Balázs, Jani, lenne Laci ebből még néhány kombináció. Laci, hello. Igen, Anna, Laci, Anna. Laci, Feri, Feri, Anna, Jani, Laci. Kislány. Igen, és a kislány. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, csendesen csepereg az eső, hol jobban, hol kevésbé. Viszont tegnap már azt figyeltem, hogy még 17:30 is világos volt este. Bizony. Hoppácska. Bizony. Tehát szépen lassan azért így megyünk kifelé a télből. Világos volt 17:30. Majd jön egy óraátállítás, és akkor már meg is vagyunk. Igen, de és megint világos. Igen, világos nem, de hogy még így sötétedés előtt voltunk 17:30. Tehát ahhoz képest, mint amit élem, a 3:30-kor sötét van, vagy 3:45-kor, ez a 4:30, ez egészen biztató. Nem?
Az bizony, nálunk be van állítva, kérlek szépen, karácsony előtt egy ilyen automata szerkezettel a karácsonyi izósor, a kültéri. És én azt ilyenkor fölhagyom. És abból látom, hogy mikor kapcsol be, hogy mennyi idő telt el, tehát hogy mennyivel van tovább világos. Fátok is állni? Persze. Igen? Hogyne. Nem lehet lebontani, gyerekek. Most már mindjárt át is el volt pontot, de most eljutszod, hogy már nem érdemes lebontani. Júliusikkel csak kihúzni, utána már minek, érted? Hát azért. Egyébként nálunk is fönt van a karácsonyi égő a lakáson belül. Igen, és a kis hangulatos. Nagyon hangulatos. Nálunk is fönn van egyébként. Igen? Az ablak körül. Mint hármunknál. Jaj, de jó. Sőt, nálunk a teraszon is van. Egy kültérő égősor. Az egyik haveromtól kaptam, aki ezzel foglalkozik. Van még valaki, akinek áll a fája, szerintetek? Biztos. Biztos, hogy van még karácsonyfa a városban. A felónak. A lenyugvónak ereje. Tudom. Jó, ez igen, de más típusú fára gondoltam. Szerintem igen. Igen, van még? Csak lassan ki kell majd cserélni majd a ezüstpapírra csomagolt diót. Annál lehet, hogy nem annyira jó, igen. Na, 4-es főút Szolnok után Debrecen felé a 112-es kilométernél kamion kis teherautóval találkozott, csúnya baleset, rendőrmentő a helyszínen. Gabó küldte ezt nekünk. Azt mondja, hogy csütörtökön leszek 40 éves, úgyhogy egy vastag Csabival eltöltött este tökéletes ajándék lenne. Imádom a hangját, bírom a stílusát, léci, írja Brigi. Lesz vastag Csabás vacsora, majd kitaláljuk, hogy hogyan is milyen formában, de még ezen a héten kiderül. Így van. A 4-esen Törökszent Miklós elkerülőnél hatalmas baleset, ez szerintem ugyanaz, amit az előbb mondtam, terelés a városon keresztül, vigyázzon mindenki, aki arra jár. Jocz küldte nekünk, Solymártól a 10-es út, Piripara, az mit jelent? Piripara? Öregszem, gyerekek, kiestem a fiatalok szlengjéből, hát mi az a piripara? Kicsi izgulás. Kicsi izgulás, kicsit para, kicsit félős, piripara, aha. 51-es út, M0-ás csomópontban a felüljáron két körforgalom között elromlott teherautó egy sáv járható, csak káosz helyzetet okozott, ezt Paca küldte nekünk, és most állt be a trafi az M3-ason a 185-ös kilométerhez, úgyhogy ott is mindenki menjen lassan, holpi küldje ezt nekünk, vagy küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Nálunk még otthon is téba volt ez a vastag Csabis felajánlás. Menne a párod? Mondni, mondta, hogy simán elmenne. Van egy szabad estét? A Csipi a Csabát. Igen? Csipi, igen. És hát ő is könnyekig meghatotta, hogy tegnap így a Csaba így séróból ezt így felajánlott az egyik hallgatónknak. Komolyan. Hazamentem, és akkor ezzel fogadott. Rendes. Hogy péntekre nyugodtan csináltok programot. Például matekozhatok a gyerekkel. Vagy szervezeteket egy vacsorát Aleska Diamonddal. Ja, tényleg. Igen. Hát, ha ő elmegy Csabával, akkor én elmegyek Aleskával. Mindez egy étterembe, az egyik asztalnál ül a Móni a Csabával, a másik helyen pedig te vacsorázol Aleska Diamonddal. Aleska Diamonddal. Ott én szertornázok vele. Igen, mert neki ugye alapvetően a mozgás kultúrája az, aha, ami lenyűgöző. Nem a vita kultúrája, vagy érted? Ővel egy teljesen más jellegű degusztációs menüt nyomla le az ember. Egy más típusú. Igen. Tényleg valamikor beszélünk el, vagy a Leskával? Nem, nem. Hogy adja át a fenékedzés tervét. Igen, ő ilyen nagy fenékmenő? Igen. Googli? Én is csak az interneten láttam. De nem 18 pluszos oldalon. És mit, edz a fenekére? Aha, de nem kevesebb. Ilyen erotikus sztár, nem? Az igen, még mondhatni. Hallgatnak minket gyerekek, azért vigyázzunk. Mondhatni, hogy... igen. És hogy ő azért nagyon odafél arra, hogy így fit legyen. Hát abban és a szakmában mondjuk nem baj. Uh-huh. Ne, igazából az én érdeklődés, hogy csak azért keltette fel, mert van egy olyan lazítós eleme, ami kísértetésen emlékeztet Jean-Claude Van Damme Karate Tiger című filmjében látottakra, amikor ő ugye a ringnek a sarkába beül, aha, és szépen lemegy. Nyomja. Igen, és igen, Aleska két széken nyomja. Egészen pontosan. Nekem itt kanapés kép. Igen, jó? Csak mondom, hogy Jean-Claude két szék között a véres sportban spárgázott, gyerekek. A véres sport. Igen, de mivel a Karate Tiger az egy korábbi filmje, és már ott ezt megcsinálta, és nem is széken csinálta, nem, hanem a ringnek a sarkába, a rugalmas köteleken. Ami még durvább, mert ugye negatívba ment a lába, de a Leska két széken csinálja. Igen. Na és ott a két székes Jean-Claude-os, az a véres sport. Az, ja, úgy igen. Igen. Úgy igen. Amikor benyit a pufi, hogy gyere, menjünk kajálni, vagy menjünk, már kezdődik a meccs, és ő még ott spárgázik és meditál a két szék között. Sőt, az időzsarúban megcsinálta a konyhabútorom is. Tényleg. És minden filmjében benne figyelj, van, ebből ez ő, igen, tulajdonképpen hát ebből élt. Látod a Volvo reklámot. É, az is igaz. Neki ez egy védjegye volt, a Jean-Claude féle spárga. Igen. Hát állítólag ő így lett híres, hogy valami hollywoodi étteremben vacsorázott, és ott valami nagymenő producer vacsorázott a családjával.
Odaugrott, és azt mondja, hogy szeretnék van filmmel szerepelni, és ezren akarnak szerepelni, mutasson valamit. És akkor Jean-Claude-ot kicsit ott fölvette a lábát, spárgázott, kettőt rúgott, háromat, és mondta a producció. Csinált egy ugrófordulót, igen. Másodikra sikerült is, a feje fölött. Igen. És akkor mondta a producció, hogy jó, akkor legyen szíves holnapban, nem tudom, ilyen Sunset Boulevard irodába bejönni, és akkor ott akkor írjunk alá egy szerződést, és így kapta meg a Karate Tigris, meg a Véres Sport, ugye, hát ezekkel debütált. Karate Tigrisben a gonosz orosz. Ő volt a gonosz orosz. Igen, ott gonosz orosz játszott, azt nem is tudom. A Véres Sport, hát azt a mai fiatalok már nem fogják tudni, de hát az most már az vicces film, Tégla nem üt vissza, mondta Chong Li, de akkor 1990-ben vagy 91-ben a Véres Sport, hát az gyönyörű volt. Gyönyörű. Bár azért vagyok őszintén, ez a Chong Li-s idézet is, ugye a Sárkány közbeléből származott. Igen, mert egy Bruce Lee film volt, ahol ugye a fa nem üt vissza, az volt az eredeti. Hát ez Chong Li. És ezt mindenki mondta, a tégla nem üt vissza, a makivara nem üt vissza, a beton nem üt vissza, az a makimajom nem üt vissza. A makimajom sem üt vissza. Amikor egy ilyen aleskás videó mellett 3x van, akkor mire számít csak? Arra, hogy... Csúnya dolgokra, Feri. Ja, akkor nem nyitom. Hogy összehúzza a szemöldökét, meg a béka, ha bejön a szobába. Csúnya dolgokra, úgyhogy azt ne akar tudni. Mi van ezzel a Gangsta Zolis begyinázással? Ezt olvastátok, hogy ezt hallottátok? Hát figyeljetek, egyre durvább mértékeket ölt már a szexuális erőszak, én azt gondolom. Igen, egyre telhetetlenebbek egyébként ezek az emberek. Hihetetlen, hogy már mindent meg akarnak kapni, már a Zoli sem szent nekik. Igen, de ha Zolit akarod, őt meg lehet másképp is, csak most hát, szerintem. De nem akarta. Ugye a hír arról szól, hogy Gangsta Zoli állítólagosan fel akart lépni Veszprémben, ugye? Uh-huh. Ott lett volna egy buli, de szegényt állítólag kiütötték, de nem fizikailag, hanem belekevertek valamit az italába, és Zoli azt írta ki a Facebook oldalra, hogy begyinázták. És elmaradt a buli Veszprémben, óriási felháborodás volt, Zoli tántorgott, nem tudom, elfeküdt, lefeküdt, rosszul lett, minden esetre nem tudott fölmenni a színpadra, annyira kiütötték. Hát ez a rock and roll. És ugye másnap ő a Facebook oldalán kiírta, hogy elnézést kér a veszprémi rajongóitól, de nem tudott fölmenni, mert valaki valamit belekevert az ő piájába. Mekkora rohadékok. Ilyenek ezek, és ráadásul érted, bejutott valahogy a VIP helyiségbe, mert ott van egy ilyen külön várakozó helyiség. A Zolik a 6 körül érkeztek a beszámolók szerint, és akkor még mindenki rendben volt, és az ilyen klubbulikon hát van egy catering, úgy hívják, szép idegen szóval, amikor is kapsz szendvicset, sört, bort, akármit. Na most nyilván ennek van egy komolyabb verziója, hogy a fiatalok megjönnek bontatlan üvegből, stb. Most nem akarjuk nem ezzel akarunk foglalkozni. Engem az érdekel, hogy rossz piába ivott bele, vagy őt akarták begyinázni. Szerintem őt. És ha őt, akkor viszont mit akartak vele csinálni? Hol akarták vele csinálni? Mi lett volna abból? Kimentette meg? Megmentették-e? Ugye? Igen. Az sem mindegy, hogy azért lehet, hogy fél alamúval nyitott rá a menedzser már föltéve egy asztalra. Tehát, hogy mi történt Zolival, mi szerettük volna egyébként őt megszólaltatni, nem akart ebben a témában nyilatkozni. Annak ellenére nem, egyébként, hogy egy elég hosszú posztot tett ki a Facebook Igen. oldalára, ahol ő leírt, hogy mi történt, elnézést kért. Egyébként jó fej volt. Tehát mondta, frissek még a sebek, gondolom. Igen, kárpotolja az ő rajongóit. Hogy ez hogy van, hogy ilyenkor te valakinek a piájába beleiszol, ami nem neked szólt, vagy Zolit akarták egy kicsit megtréfálni, vagy egyet, hogy működik ez? Az a baj, hogy most már ezt ilyen tréfa szinten is űzik. Mert ugye arra gondolsz nyilván, hogy azért te dzsináztasz be valakit, hogy aztán azzal legyen egy kis kapcsolatod, és lehetőleg legyen lány az illető, ha te fiú vagy. Most itt meg már nem ez a divat, hanem az van, hogy tényleg arról szól, hogy üss ki embereket, hogy ne tudjon magáról. Tehát leteszi valaki a sörét, vagy a pohár italát, és egyszer csak így véletlenül beledobnak valamit, nem is akarnak tőle semmit, csak hogy legyen rosszul, ne emlékezzen semmire, ájuljon el. Itt tart most a sztori. Mm-hmm. Hát vagy ugye, ez Zolira tudjuk, hogy meglehetősen sportos életmódot él, már ő sem a régi. Érte, valaki oda tolt neki egy pohár Schloss Goldot, azt már az is. Megitta is kivégezte. És már az is kinyírt. Ívott egy vadász. Ívott egy vadász, két hosszú lépést, egy kis fröccsöt, és így hanyat vágta magát. Hát az is lehet, vagy, de az a baj, hogy tényleg meg kellett volna kérdezni, de így, hogy nem akar kötélnek, hanem nem tudjuk meg, hogy volt előtte mit virágküldés az asztalhoz, volt-e szemezés, érted, volt-e valamilyen kontaktus felvétel. Mert lehet, hogy tényleg egyszerűen fel akarta szedni valakit. A testét akarták, nem? Miért csak a férfiak dzsináztatnak be? Szerintem a nők is. A nők most már sokkal elszántabbak, sokkal emancipáltabbak, mint régen. Hát simán el tudom képzelni, hogy egy női rajongó volt. Egy begyinázott férfival, ha te kezdesz valamit,
Már hogy egy lány. Igen, tehát mi van például, hogy lemegyek egy szórakozó helyre? Voltam hétvégén. Őrület. Őrület. Látod, hallod, szem nem marad szárazó haver. Hallod, látod, megáll az élet. És mikor, akkor fognom kell a pijámat, és ha leteszem valahova, és oda jön egy csaj, akkor engem becsinálsz? Be. És, be. Akkor, és akkor? Olyan hülye szó, ez a becsinázás, nem? De hogy ez már tulajdonképpen beépült a köztudatba. Tehát ugye, és akkor én ott egyből elvágódom, vagy van egy ilyen kis kóvájgási időszak, amíg kóvájgok. Hát attól függ, hogy hányan vannak. És akkor kint erre, ha három házol, akkor lehet, hogy el se vágod soha. csak záráskor, amikor már mindenki menjük körülötted el haza. De már ájultan állok? A nagy tömegben? Mert nem tudok elájulni, mert nincs elég hely. Szerintem ájultam. Elájulsz. Hát amikor engem legutóbb begyináztál. Figyelj, szerintem ájultan állsz. És nők is dzsináznak be férfiakat? Hát egyébként simán el tudom képzelni. Igen? Simán. Tehát, hogy lejön egy nő, akinek ott van a kis pirula a zsebében, neki tetszel. De ha nem, a kafferébe csinálják meg. De miért? Tehát, hogy miért dzsináztatsz be valakit fiúként? De figyelj, már ez már megtörtént, hogy a mázsal is, megtörtént a gangstával, tehát nagyon sok embert hallani most egyre több, sőt, több fiúról hallott, hogy becsinázzák, mint lányról. Jó, de ha egy lány, tehát van egy lány, aki szerelmes a mázsba, vagy a gangstazoliba, vagy a Sebestyén Balázsban, tök mindegy, azt miért csinálza be? Elviszi? Hát elvisz magával, berak a taxiba. A gangstába vagy mázsba. Ki tudja még kivel. Igen, elvisz. És akkor ott, mit tudom én, lefektet az ágyára, rámad egy babaruhát, tesz egy számot, babásat játszik vele, mivel fekszem ott maga tehetetlenül. Közös fotó a Facebookra. Közös fotót csinál velem. Figyelj, beülteti egy fotelbe, odaül melléd, előtte egy-egy pont, illetve egy kis pillanat ragaszt a szemhéjakra, föltapasztja, és akkor van egy közös fotója Balázsa. Kicsit kifejezéstelen tekintető rajta Balázs, de mégiscsak ő az. Aha. De akkor miért hallom egyre többször azt, hogy férfiakat is ugye begyináznak? Tehát, hogy ez... Hát szerintem az véletlen, mellé nézed a véletlen. Poharat. Tehát véletlen a pohár, és akkor mellé nyúl, és az egy begyinázott pohár, amit ott te beleiszol, és kiütöd magad, igen? Ő egy lányt akar begyinázni, de mellé nyúl, és te is. Nem? Abból én nem innék. És van, akik ezzel szórakoznak, hogy végignézik, ahogy kiütnek valakit, tehát mindenféle hátsó szándék nélkül. Jó. Csak az maga a poén. Legyünk őszinték, szerintem ezt a haveri társasághoz elég sokan eljátszák, meg eljátszották egymással már. Tehát, hogy ugye a haver az senkinek nem szent, tehát, hogy a haver kárára csinálni bármilyen poént, azt szerintem az mindenkinél egy bizonyos életszakaszban az megvan. Tehát, hogy az, hogy ha már hárman vagytok, akkor biztos, hogy összezár kettő egy ellen, és akkor ott már történik minden. Tehát, hogy poénból megcsinálja? Persze, biztos vagyok benne. Uh-huh. Biztos vagyok benne. Hát nekünk se volt semmi se szent. Csak akkor még nem volt. Csak akkor, igen, csak akkor ott még más volt. De régen mi volt, amikor így gyerekkoromat is leégett lábújak övezték? Régen mi volt? Mi volt a menőpia, vagy mit kellett innod? Hogy akkor még nem volt ez a... Ugye most már van ez a nagyon nagy divat, hogy mindenféle ilyen koktélok, meg fények, meg nem tudom, amikor ilyen szódával ütsz föl italokat, és akkor azokat fogyasztod, hát az se túlságosan jó. Én most olvastam az interneten, most a legújabb teljesen betegőrület Kanadában csinálják, meg Amerikában sajnos, hogy összekevernek mindenféle italt, tehát töményet, stb., és másfél-két literes adagokat kell meginni. És arról szól a verseny, hogy ki tud többet ebből meginni. De nem egy deci-két deci, hogy fél liter, hanem ilyen másfél-két liter. Úristen. De nagyon kemény. Tömény, meg sör. Meg... Összekeverik, igen, és akkor ki tud minél több összetevőt beletenni, és ki tudja meginni. Szóval kicsit... Ezeket hogy találják ki, vagy ezek hogy indulnak el, vagy ez csak valaki a világon kipróbálja, hogy ez az őrület megosztja a közösségi portál, és ez csak egy ilyen divat hullám lesz belőle. Nem egymást húzni vele, úgy sem érsz meginni egyet, én, de hogy nem. Na, akkor tegyünk még bele egy felest is, azt is megiszom. Úgy sem tudsz egy meg, hát én nem is, de ő igen. ő meg tudja csinálni. Hát igen. És akkor ennyi. És akkor ez arról szól, hogyha mondjuk te férfi vagy, és téged begyináznak, akkor egész egyszer mondjuk kirabolnak? Tehát, hogy elveszik a mobilodat, elveszik a pénzedet, elveszik az irataidat. Hát, ha ezt bűnözők csinálják, vagy ilyenek, akkor persze, de szerintem, mondom, ha egy buliban csinálják ezt veled a haverok, akkor az egészen máshoz szól, csak hogy rabolnak. Az egyik azért a bűnözés része, a másik meg a idézőjelbe vett poén. De most nem arra gondolok, hanem Dizsibe valakinek a piájába belé, vagy a te tiédbe dobnak, akkor az most már arról szól, hogy ha te lemész egy szórakozó helyre, akkor neked félned kell attól, hogy ott mit iszol meg. Ez már erről szól, régóta. Nem egyedül mész szórakozó helyre, tehát a kirabló sztori az azért nem jó, mert akkor ha van három haverod, azért csak hazavisznek, nem? Vagy neked milyen barátok nem hagynak ott? Dehogy is nem.
letámasztak a pult, az jóban, majd jobban lesz, Bali, hazamegy. Bali, Bali, hotdogos, nézd! Leszünk egy gyros, srácok. Hajnali négykor mindig megjelzem. Menjünk el egy ott örök étterembe. Oké, okay, Bali? Bali? Hát, ha nem, hát nem. Hogy elcsendesedtél. Két sorokkal ezelőtt még megvolt. Most miért nincs olyan egyszer? Jössz, vagy nem? Na, szóval, hogy tehát, hova jutott a világ, hogy tényleg lemész, és attól kell félned, hogy ott valami történik, és azt látod, egyébként pont egy, most voltam szombat este, hogy mindenki áll a piájával, és így fogja. Aha. Érdekes, hogy nem meséltél róla. Miről? Hogy hát, voltál szombat este bulizni. Valami történt ott esetleg? Ja, de... Begyinált? Semmire emlékeztél? Most miért kezdve elmondom, hogy messzelül ébredtem az ősök terén egyébként? Ha egy lovasszobron. Délben, igen, egy dugó volt a fenekem. Nem, csak azt látod a szórakozón tényleg, hogy lányok, fiúk állnak, és mindenki szorongatja az italát. Igen. Tehát, hogy már nincs az, hogy te oda leteszed, és ott hagyod, és valamiért nyúlsz, és ott maradt mellettem egy ilyen hosszú pohár, egy szívószállal. És jött egy srác, és kérdezte, ez a tied? És mondom, hogy nem, és így fogta a poharát, és mondtam, hogy ne, őrizetlenül van egy ideje, nem? Aha. Tudod, hogy a reflex azonnal indult, mondom, nem innék bele. Tehát, hogy itt van egy ideje. És akkor láttam, hogy elgondolkozott, és igaz, hogy visszatette. Tehát már nincs ez, hogy oda megyünk, és te mit iszol, és belekorcsolunk, vagy adj egy kortyot. Mindenki így át, és így szorongatva, kicsit neurotikusan fogta a saját poharát. Hogy az iráig jutottunk, nem? Hogy ez mennyire kemény. Bontatlan üveget kérsz, ott bontják ki előtted, igen, már nem mered letenni. Nagyon fontos, hogy már a pultból is úgy kérjél, hogy előtted sziszenti fel a kólát. Még a pultos begyinászat? Hát mit tudom én. Na, annak miért? Ott aztán miről szól a dolog? Hát ott semmiről. Hát miért nem? Miért semmiről? Hát de miért? Hát most hát, hogy hát hogyha abban az esetben, ha összejátszik valakivel, na, akkor például összejátszik, igen. Igen, és akkor 100%-ot kap tőle. Vagy hátra visz az italraktárba, és... Na, de ezt hogy lehet kivédeni? Nem javaslom senkinek, én régebben csináltam, hogy úgy mentem el szórakozóra, hogy vittem magammal olcsóbbat. Tehát, hogy akkor viszel magaddal, és akkor persze. És akkor viszel magaddal valami piát, és ott bontod fel, érted a sajátodat, nem? Ez milyen lenne egy szórakozóra megérkezni, egy rekes sörrel felé, kettőbe? Fognak-e két oda? Az igazi arcos. Betennéd a hűtőbe, mert maradunk egy darabig, és majd bonts egyet, ha kérem. Hát, figyeljetek, én a mozinál például már elgondolkodtam ezen elég erősen. Hogy a vinni fogok magammal cuccokat. Ja, nem áll. De hogy nem. Vigyél már moziba. De rossz minőségű, figyelj. Tehát, hogy ne vigyél a szendvicset a moziba. Hát nem szendvics, nem egy szállom meg a kolbászt, viszek némi zöldséget. Figyelj, akkor úgy, hogy beszél egy vágódeszkát, és aki szépen fölszeleted, egy kis hagymát vágsz hozzá, kibontod alufóliából a fasírt, a szendvicset. Figyelj, borzalmas a tortilla chipszük, én meg nem tudom elképzelni a mozizás tortilla nélkül. És rossz. Egyszerűen rossz, gyenge minőségű. A mártogató az jó, a halapenyójuk jó, de a tortilláik nem jó. Nem egyébként nem be. Szeretik, aha. Nem szeretik. Mondjuk te vagy annyira elszánt, hogy a kapucnitba becsempészed egyébként. Tehát, hogy téged nem fognak meg azzal, hogy ezt ne tud bevinni. Jó, nem, azt hiszem, hogy szendvicset akarsz vinni most. Az, nem, nem. Azt, hogy beviszel magaddal valamit. A tortilla jobb, ha azt viszi be? Hát az még azért, hogy mozikomba. Nem, egy ilyen hármas ételhordóra gondoltam. Leves köret desszert, illetve leves főitelt desszert. És akkor szépen a mozi elején az acsi kipukkant. Azt ennyi. De a halapényót meg a sajtszószt azt onnan vennéd? De hát, ha már így mondod, akkor már, de ér, akkor már meg viszont, már minek, nem? Ugye? Egyébként visszatérve erre a gyinászhatásra, hogy ez mondjuk 5 éve vagy 10 éve nem volt, hogy hova jut majd el ez a dolog, nem? Tehát ebből mi lesz? Mert most mondjuk beadják neked, semmire nem emlékszel, de 5 év múlva, 10 év múlva, vagy milyen fokozatai vannak ennek, ebben az az érdekes, nem? Ez itt 10 éve nem volt. Ugye? Tehát ezek a designer drogok, diszkodrogok, ezek egész egyszerűen nem hát léteztek. Igen, ezt a Zahar is szoktam mondani, hogy mindig egy lépéssel előttük járnak, tehát hogy azoknak, akik ezeket lefülelik, bevizsgálják, védekeznek ellene. Egy apró vegyületet megváltoztatnak, már más, nincs tiltólistán, tudják aztán. Tehát tényleg egyébként döbbenet, egy pillanatra erről komolyan beszélünk, de hogy amikor majd a mi gyerekeink mennek el, nem megy az sehova, apám, nem megy az sehova. Hogy akkor mi megy majd? Vagy mi lesz a divat? Vagy mire kell neked felkészítened a gyereket? Nem? Hogy mi a fene történik, igen, majd egy szórakozó. Ne egyél, ne állj vele szóba, semmit. Akkor minek mész? Tehát effektíve semmi. Igen. Tehát olyan szinten mindenki már ennek a hatása lett lesz, és félni fog, hogy nem fogsz tudni, mit csinálni. Csak ezt előbb-utóbb el kell mondani a gyereknek, nem? Itt van velünk egy hallgató, ezt már megjárt, a Renato. Hello, Renato, jó reggel. Hello, sziasztok. Szia. Neked raktak valamit az italodba? Igen, mert ez úgy történt, lementünk egy szórakozóra, előtte semmi alapozás nem volt, tehát igazán volt, csak úgy odatévedtünk, kértem egy sört a pultnál, elfordultam, visszafogtam a poharamat, visszasétáltam az asztalunkhoz, beleittam talán két kortot, elkezdődött a hidegveríték, rosszul lettem, szóltam ismerősnek, mondták, üljek le, hát alacsony vérnyomás, hogy valami. Aztán következő pillanatban fel akartam kelni, összeestem. Amikor felnéztem, láttam, hogy a kabátomnál matatnak emberek.
amelyek odafutottak, letérték őket a kabátról, engem ott meg kivittek, hazavittek. Tehát magam nem is tudtam felállni semmit. És akkor az értékeidet akarták elvinni, tehát a kabát. Hát valószínűleg igen, igen. És volt eszméletvesztés is? Egy pillanatnyi, igen, valószínűleg. És milyen állapotba kerülsz, úgyhogy tehát a gondolataid azok épek voltak, láttad, hogy mi történik, csak te magad nem tudtál mozdulni. Olyan, mint a nagyon magas láz, tehát nekem volt magas láz, és ahhoz hasonlított. Tehát, hogy egy nem lábra állni, mondom, ez a hidegveríték, ilyenek, kézláb, nem mozog. És mennyit ittál a sörből? Két korty elég volt? Két kortyot talán, és ismerősöm utána belehívott az enyémbe, és ő is azt mondta, hogy ne igyál bele, mert lehet, hogy valami van, és utána ő rosszul is tett, de ő neki annyira nem, tehát ő... Aha, hát valószínűleg lehet, hogy kevesebbet ívott, vagy a szervezet másképp reagált. És itt hogy rakták bele, hogy ott maradt a piád őrizetlenül, vagy a kezedben? Hát, mondom, elfordultam a pultnál, tehát csak ennyi volt. És még be sem mentem táncolni, meg semmit, tehát nem hagytam ott. Azóta mindig újan benne van a sörös üvegbe, hogy még úgyse. Aha. De hogy, és akkor megnézték, hogy te melyik kabátot adott be a ruhatárba, vagy kabát volt rajtad? Valószínű látták, hogy hova ülünk le, és akkor nem a ruhatárban, hanem mellette vannak ilyen fogasok, és akkor ugye oda fölraktuk mindegyikünk. Uh-huh. Tehát a fogason van a kabát, és te elmész szórakozni, akkor még kell valakit az bedzsinálni, hogy oda menjen a kabátjához, akkor is oda mehetsz, hogy ott hagyta a kabátját. Egyébként igen, nem? Nem tudom. Uh-huh. Mennyi ideig voltál rosszul? Hát, még elég sokáig, másnap még elég rosszul voltam, tehát. És nem mentetek vissza a helyre, hogy megkérdezzétek, hogy hát... Á, semmit nem tudom. Á, hát mit mondjanak, semmi, persze, hát ott semmit, ott van ezer ember, és semmi visszanézett a felvételeket, nem nagyon tudnak ott mit csinálni. Úgyhogy... Ja, és azóta te is úgy jársz, hogy fogod az üveg száját, és akkor... Hát azóta elég sokat dolgozok, úgyhogy már nem nagyon járok szorvató helyre, de amúgy igen, benne sörös üveg, tehát üvegeset kérek, és benne van a üvegkújam, úgyhogy még semmi esetben se sem. Aha. Igen, hát sajnos, én mondom, én is ezt láttam, így kell közlekedni. Belég törzi amúgy az a dolog, hogy esélyed nincsen arra, hogy jól érezd magad, mert kiüthetnek, hogy valami. Igen. Renátó, köszi, hogy elmondtad, ciao. Én köszönöm, vissza. Hello. Ja. Szia. És miért durva belegondolni, hogyha egy férfit ennyire kicsinál, akkor milyen hatással van egy nőre? Hát igen, és ott még mit történnek, nem? Ugye még a férfiaknak effektíve jobb a helyzetük, ugye, mert hát egy nővel aztán még számos visszaéléssel adok ott ez a dolog, igen. 7:30 pontosan 3 perccel, Óven bácsira és Beru nénire lehet jelentkezni, aki szeretne játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 van, egészen pontosan jó reggelt kívánunk, minden morning show hallgatónak itt vagyunk. Friss közlekedési hírekkel, nem sokan, de egy-kettőt azért kapunk. Azt mondja, hogy M3-as 142-es kilométerénél már egy ideje fotóznak, úgyhogy mindenki figyeljen Miskolc felé. Valaki nem tudja, hogy az Árpádi Budai hídfőnél a nagy fehér dobozos autó, ami fixen ott van a kamerával a tetején, trafi vagy forgalmat figyel, kérdezi valaki. Hát... A tetején van a kamera. Az nem ilyen Google autó, amiben... Az lehet, van, az nem? Lehet. A trafi az nem szokott így, vagy viszonylag feltűnő. Igen, és a Google is fölkapta a fejét arra, hogy milyen hihetetlen tempóban halad az Árpád híd felújítása. Igen, igen, ezt látni kell. Hol, gyerekek, folyamatosan figyeljük meg. Ezt archiválni kell, igen, igen. Na, minden esetre dugót nem okoz, úgyhogy lehet közlekedni. Két autó ütközött Csepelen a papírgyárnál, az Ady Endre úton, Csepel felé, rendőrök már a helyszínen, Juli küldte ezt nekünk, egyébként szép napot mindenkinek. A 44-es út Kecskemétől Békés Csaba irányában esőtől nedves, de napos időben jól járható, üzente nekünk Buszos Béci, és a 4-es főút Szolnok után Debrecen felé, a 112-es kilométernél kamion kis teherautóval találkozott, csúnya baleset, rendőr mentő már a helyszínen van egyébként. Köszönjük szépen. Egy újabb találmány, amit nem mi találtunk ki, de valószínű, hogy valaki milliárdos lesz belőle. Ez megy most már Amerikában, meg gazdagabb országokban, például Ázsiában, Japánban. A digitális pelenka. Hallottatok erről? Digitális pelenka. Digitális pelenka, amivel a szülők monitorozhatják gyermekük egészsége állapotát. Arról szól, hogy ugye te rutinszerűen bepelenkázod a gyereket, megtelt a papírpelús, bedobod a kukába. Ez az alapfelállás, igen, amit sokan csinálnak. Kitalálták, feltalálok, amit már szabadalmaztattak is, hogy okos pelenkával nyomon követheted a gyerek egészségi állapotát úgy, hogy egy QR kóddal, egy okos telefon applikációval kell leolvasnod azt, ami a pelenkám van, amit kijelez a pelenka, és elemzi neked a pisit meg a kakit. Ezáltal te meg tudod nézni, hogy a gyermeked milyen egészségi állapotban van. Azt nem tudom, hogy hogy értékeled ki, mondjuk egy a vizeletnél, hogy mennyi a, nem tudom, a fajsúly, meg ez, meg az, a cukor, meg mi van benne. De megmutatja neked, hogy ha a gyereket dehidratált, vagy kiszáradás fenyegeti, vagy bármi olyan van a vizeletében, aminek nem lenne helye.
És ebből a feltalálók általában heteken belül milliómosok lesznek. Mekkora ötlet? Nem? Semmi értelme. Hát, de majd én most próbálom megfejteni a dolgot, mi értelme van ennek, de aggódó szülők, akiket rá lehet venni, hogy vegyenek meg az első gyereküknek mindenféle hülyeséget, ugyanúgy, mint az infrás cumi fertőtlenítőt, meg nem tudom, megveszed, mert szeretnéd tudni, hogy a gyermekeddel minden rendben van. Kakil a gyerek a pelenkába, és te kielemzed. Mész okos telefonnal utána. Van egy komplett laboratórium a bugyogóban ezek szerint, aha, egy kis kijelző, ahol te csak ezt a QR kódot kapod meg, azt leolvasod, és a telcsin olvasod, hogy mi volt a bacsi. Mondjuk, ha két hetet, vagy havonta egyszer használsz egy darab ilyen pelenkát, akkor azt mondom, hogy az úgy érdekes. Aha. Az úgy jó. Hát nyilván minden nap nem az fel ráijed, mert mondjuk én négyszer teszed pelenkába egy nap, azért valószínűleg megrodjan tőle a családi költségvetés. Hát most lehet, hogy van egy pelenka, amit megveszel, és a betét maga cserélhető. És azt mindig mosogatod? Nem, csak a betétet lehet cserélni, benne, ami felszívja az anyagot, de maga a kijellemző cucc, meg a kijelző, a gyerek fenekén van egy izé monitor, az nagyon vicces. Na jó, csak a betétet, akkor igen, akkor mindig mosni kell, mert ugye akkor ki vagy a betét cserélhető. Innentől egy ugrás, hogy a felnőtteknek is legyen egy ilyen. Hát, nem? Így van. Ha bekakilunk, bepisgál. lassan. Hát az idő ilyen, ugye? De hát most szépen cseperedsz, bepisész, bekakész, botorkál. Na de kielemzi majd ki. És aztán szépen vissza a gyerekkorba tulajdonképpen. Hűséges társunk. De kit fog érdekelni, hogy mi a bajod? Mi nem fejlesztjük ezt tovább, hogy akkor felnőtteknek is valamiféle applikáció? Csak ugye az nehezebben. Van ez a lakmuszpapír, ha rápisész, akkor meg tudod nézni, hogy dugos, savas, és akkor ott valamilyen szint kap a papír, ugye? Most akkor kicsit magad alá csorgatnál azért, hogy tud, hogy lugos, savas vagy? Tudja, én az nem biztos. De itt volt a szemünk előtt megint egy ötlet. Hát igen. Ami elment. Hogy milyen egyszerű ötlet alapjában, így már kitalálva. De hogy önmagadban ezt nem tudnád kitalálni, nem? Igen. Hát nem jutna eszembe. Hát de az ötlet nem rossz. Mert ez kreatív. Ez nem olyan, mint amikor az első Millióm Történeti című dokumentumfilmben azt hallott, hogy és akkor a Lacika, aki ugyanolyan sikeres lett, mint az apukája, kölcsönkért az apukájától az első ötletéhez 30 milliót. Tudod? És akkor, jó, akkor oké. Jó, hát volt ott egy apuka. De mekkora biznisz a kezdőszülőkre bazírozni? Hát az a legnagyobb dolog. Az a legnagyobb dolog, nem? Hát mindenki, aki teheti, tényleg mindenféle hülyeséget megvásárol a gyereknek. Van egy ilyen ösztönös, ilyen fészekrakó dolog, nem? Hogy minden jó legyen. Hát biztos, hogy mondanám, hogy ilyet megvennék, mert nyilván hülyeség, de mondjuk Amerikában, vagy Japánban, vagy gazdagabb országokban, Szingapúr, ezeknek ezt imádni fogják. QR kódos, leolvasós pelenka rendszer, amivel elemzed a gyereknek a pisiét. Hát ez óriási. Én abszolút biztos vagyok abba, hogy az ilyen termékeket, meg ilyen kiegészítőket, meg segédeszközöket gyártó cégek profitjának a 60-70%-át az első gyerekes szülők csengetik be a kasszába. Biztos vagyok benne. A túlaggódók, azok, akik tényleg még tapasztalatlanok a dolgok, akik bizonytalanok, akik mindent meg akarnak adni a gyereknek, de ugyanakkor minden percért aggódnak, minden egyes mozdulatát félreértik, elemzik, stb. Ők vesznek meg mindent. Ez is első gyereknél mindenki aggódik, csak van, akinek nincs pénze aggódni, nem? Tehát sajnos nincs a lehetősége megvenni. De szerintem, ha minden első gyerekesnek sok pénze lenne, akkor azért az kicsit mindenki túlagódja, nem? És hiába beszélsz bárkivel, mert az egyik ezt mondja, a másikat, és magad is én kétségbe esett vagy. Tehát olyankor jön az infra cumi fertőtlenítő, meg van cumi fertőtlenítő. Nem tudom, hol van. Kaptuk, vagy vettünk, nem tudom. Ez akkora lehúzás. Mi is így voltunk vele. Aggódtunk, vagy baj lesz, vagy nem lesz baj, aztán vagy lesz, aztán vagy nem lesz, de venni nem vettünk semmit. Aztán mondod, inkább aludjunk tovább. majd abba hagyja a sírás. Ha ezt túléli, akkor alkalmas az életre. Azért sír, mert a gyerekek azok így kommunikálnak. A csecsemő másképp nem tud jelezni. Elégedett. Elégedettségében sír. De akkor miért nem csinálnak olyat, hogy valamelyik filmben láttam, hogy belepottyant az otthoni kis fajanszodba, és igen, már a WC elemez. Tehát ezeket azért lehet tovább pörgetni, tehát most nekem sok pénzem lenne, akkor most gyorsan ezt az ötletet félig lenyúlva csinálnék egy olyan ötletet, hogy a WC, aha, a WC elemzi neked azt, amit oda bedobsz. Ez nem jó ötlet? Így van. Na? De az jó. Hát mondom, ez valami filmben volt. És belepisílsz, és egy műszer, ugye bele van építve a tartálynak a lenyomójába, és fölötte neked kijelzi, hogy mondjuk lehet, hogy cukorbetegségre van hajlam, vagy nem tudom, van valamiféle baktérium a vizeletben. Aha. Vagy apró élősködők mondjuk a kakiban. Hát igen, de egyiket teljesen. Ami szabad szemben nem látható, de
de csináld ott, ahol csinálni kell, érted? És a WC elemezne neked. Az úszol, az oltár előtt imádkozol, kaki a WC-be. Zseniális. De nem az, hogy kaki a WC-be, hanem az angol WC a fajansz maga elemezné azt, amit te oda beleraksz. Igen, csak az a baj, hogy nem mondta, hogy rossz ötlet. Előtte le kéne fertőtleníteni minden egyes vizsgálat előtt. Tehát ez a baj vele. Hát onnan már egy önfertőtlenítést, egy külön tartályból, egy kicsi tartály egyik szegletéből belenged egy fertőtlenítést, hát azt már megoldom. Tehát az már nem egy nagy dolog. De miért használunk akkor már egy pipettát? Egy ilyen kis, hogy hívják ott, érted? Hát egy robot. Hőmérésszerű. Minek kell kinyúlni? Miért nem nyúlsz be te? Miért? Jaj, legyen nálad ilyen lakmuszpapír? És megnézed az adatokat, érted? Több ennyi folyadékot kell írni. Jaj, egy ilyen önelemzés lenne? Persze, ennyi. Tudod, hogy már okostelefon alkalmazásra vérképet tudsz saját magadnak elemezni, vizeletképet tudsz saját magadnak elemezni, tehát minden applikáció megvan. És az orvosok hogy örülnek neki, amikor így internetről elemzik magukat a betegek? Igen, és letöltött vérképelemző alapján. Állítok, az a kérdés, bemész az orvoshoz, és megkérdezi, hogy utána nézette interneten, azt mondtad, hogy nem, akkor azt mondja, hála jó Istennek. Mert hogy ettől kivannak, ugye, hogy mindenki ezt csinálja, hogy elkezdi rákeres a kis tünetekre, és oda megy úgy, hogy közben egész más baja van. Szóval, hogy azért azzal óvatosan azzal vigyázni. De ez a felvetés... ez jó. Jó, és akkor föl, mert úgyis megfordulsz, lenyomhúzni. És ott bepittyeg neked, ha valami elváltozás van. Kapsz egy kis pittyegést, piros semmi, és akkor kiírja, hogy menjél egy vizsgálatra, mert valami nem stimmel, vagy a vesél alul működik, túl működik, valami nem. De ez jó, viszont ha most, hogy mondtad az okostelefont, azért vagyunk őszintén, hogy gyakorlatilag minden fejlesztés alapvetően most már okostelefonokra épül, illetve ha fejlesztenek valamit, azt valamilyen formában megpróbálják összehozni, kapcsolatba hozni az okostelefonnal. Tehát kaki rá az okostelefon. Én nagyon remélem, hogy ez Apple fejlesztés lesz, és nem tőlünk jön majd. Kíváncsi vagyok rá tényleg. Töltsék el az applikáció az új vizelet elemződőt. Cseppentsen két cseppet az új lenyomat. Sok! Ügye, elláthatod a telefonodat. Cseppentsen két cseppet, és az új lenyomat leolvasó mellett lesz egy vizeletelemző kis. Így van. Oda ilyen kis pipettával kettő cseppet belecseppentesz, és kielemzel. Köszönöm, most pottyancsol. A két minta csak együtt elemezhető. Amíg nincs pottyandás, nem tudunk elemezni. Igen, az nem az érzékelő, az a hangszóró. Maga hülye, hova pottyantod? Gyerekek, van itt még egy kicsit, fordítanánk rá, én érzem, hogy szárnyalnánk, komolyan. Most, ha okos vagy, akkor ezt levédeted, csinálsz kétfélét, ugye, már magát az olyan WC kagylót, amiben benne sajnos van. Ez nem sejtetett, ez valamilyen filmben van. És csinálnál olyat is, ami ugye beaplikálható már meglévő WC-kbe, hogy ne kelljen WC-t cserélni, hanem egy ilyen kis kocsárka beletesz, milliárdok. Bizony. És hát harbor várat építeni azért az... Ne, hát, az pénznek nincs szaga. Ezt tudjuk. Hát, érdekel? Hát nincs ez a semmi gond. Ez égvilágos, mert én tudok olyan vidéki felújított várkastélyról, aminek a kulcsát így odaadta az egyébként hát ebben az üzletágban dolgozó úriember karácsonyra a kedvesének így, tessék. Vett neki egy várat. Vett neki egy várkastélyt. Miért nem neked vesz hát, aki szereti a várat? Pedig mind a két témában otthon vagyok. Bocsánat, picit leessem alulról, hogy jön ez most, hogy vettek egy várat? Hát az, hogy nincsen aki szaga. Aki megvette, az a kakiból szerezte a pénzét. Abból annyi lóvét szerzett magának, hogy aztán nem karácsonyra nem adott így egy kulcsot, ami hát, nem egy izé volt, érted? De ez egy nagy vár, vagy egy ilyen nem kis... egy Logan volt a végén, nem. Hanem egy várkastélyért. Aztán az nagyon kell. Hát igen. Amint egy falat kenyér. Na de... Hogy örülhetett a kislánya? Megtehette, és abból a bizniszből, amire szokták mondani, ugye, hogy szaga van. Nincs szaga. Igen. Lehet. Na mindegy. Kíváncsiak, ez mikor jön be Magyarországra, meg mennyibe fog kerülni. Szerintem egy éven belül megérkezik. Biztos. A kis QR kód leolvasós, igen. De az okostelefonos alkalmazás remélem neked lesz először. A cseppentős? Ha majd mutasd meg. Bízom benne nagyon. Nézd, Jani, nézd! Nézd! Megnézed? Hát persze, nincs azzal, vagy jó lesz az. Na jó. Óven bácsi, Beru néni jön, sokan jelentkeztek játékra, Anna valakit kiválasztott, akivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint tudolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello, Miki, honnan hívsz minket? Én Ausztriában jövök veleteket, Samhagenből, Pomogyról, határközeli faluból. Na, te jó, Nienhagen. Ott dolgozol, gondolom. Igen, ott dolgozom, egész nap tiszoltok, ki van hangosítva. Az osztrákok itt van Tomi, Tibike, az István. Tibike, szevasz! De jó csapat!
Tibike, hello. Teljesen jó, megláttam az idét főnökömnek az apját, teljesen jó. Vidámak vagytok, ez jó egyébként. Mit csináltok? Mit dolgoztok? Ez egy üvegház, itt paprikát. Paprikát termesztünk 12 hektáron. Az igen. És ez a hollandor ez a paprika az osztrákoknál, vagy hozzátok át? Ez nem, ez végülis egész Európában. Egész Európában. Európa. És mind a 12 hektár üvegház? Mind a 12 hektár üvegház. Az igen. Kaliforniai paprika, sárga, meg piros. Ez a nagyobb, ugye? Az, az finom, húgy, szeretem azt, ilyen kicsit ilyen édesen. Volt egy beruházást 12 hektár. Igen. De akkor nem fáztok? Nem, nyáron itt iszonyatosan meleg van. Most is jó idő van, kisüt a nap itt. Simán van 30 fok most is. Mit kell csinálni? Ez nő magától, nem? Vagy így, vagy... Hát most már szép, mert szerintem egy 3 hét aztán szedjük. Ja, és akkor indul a szedés. Aha. Ez egy idényjellegű munka, vagy ott vagy egész évben? Egész évben, meg van még szőlő is. Főnökönnek egy ilyen 25 hektár szőlő, azt is csináljuk. Főnök osztrák, gondolom, nem? Uh-huh. Jó fej, nagyon jó fej. Jó arc? Nagy ember, igen. Ez kell nyelvtudás egyébként? Vagy csak úgy kimegy az ember, Én beszélek németül, egész jól beszélek németül, de amúgy nem nagyon kell, meg azért főnök is azért, kicsit azért már rötyog magyarul. Aha, tehát ő is tud magyarul. Volt neki. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, Miki. Oké. Hát, serpenterek, ugye. Bizony, már tesztelik. Picit mások, úgy értem. Ott már megérkezett a minta, igen. Figyelj, Miki, mutatjuk, mit énekelnek. La na 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 na. Ó, hát ez. Az a optitesre kombiné, kombiné, csitkés kombiné. Viszont. Híd alatt a magit, híd alatt. Nyomjad még, jól énekel. Szuper. Gyere, még egyszer, most. Szuper. Nem lesz baj, majd a fakon betakar. Jó, azért még egy több lesz. Jó, pedig jól csinálod. De jó vagy, tényleg jó vagy egyébként. Jó, feleltem a magyar klasszikusokat, az éneket. Ja, a klasszikus. Simán jó. Klasszikus, vagy klasszik 3x2, vagy a 3x2. Nem, az más nem. Annak nem örültek annyira. Ez a 3x2-esek elképesztő. Arra is még énekelhettek is, ez hova tart ez a világ? Igen. Nekem holgabb énekelnek, nem? 3+2, igen. Így van. Jó kis a legendás Bugyi testvérek. Bizonyám. Hú, de jó is az. Hány jó daluk volt, igen. Egy. Jól van, ügyes. Volt egy pár, volt egy pár. Csak ez az együtt most ez. Nem, volt egy pár nagy slágerük. Miki, megvan az ajándékcsoba, küldjük nektek, jó? Tökéletes, nagyon szépen köszönöm. Dobáljátok ott szét, van benne sok szép dolog, akkor ott jut mindenkinek. Örülök, hogy játszottam veletek. Mi is örültünk, hogy ilyen vidám vagy. Köszi, Miki, jó munkát köszi nektek. Szépen. Ciao, ciao, hello, hello. Ciao, Miki, hello, hello, ciao. 8 óra van pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk vissza mi. 8 óra múlt 15 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Jó reggelt! Na, de jó! Minden jó van. Jó van, jó van. Na, mi? Hogy? Tessék. Vannak dolgok, amiket nem lehet megunni, nem? Nem, hát ez annyira jó. Fogalmazzuk meg jól, mi nem unjuk. Ah, figyelj, ennyi. És ha mi nem unjuk, akkor az már önmagában jó. Kistokajban most akarnak 10 hektár üvegházat felhúzni a kertünk végében. Írja valaki még, az Óven bácsi is játékosra reagálva, perelni is fogjuk. Írja nekünk egy hallgató. Szeretem ezeket az árukapcsolásokat, amikor valakiben valami, ami egyébként igazából nem tartozik hozzá, kicsit messze is van tőle egyébként, az ilyen sebeket szakít fel. Igen, de hát ha az ő kertjének a végén üvegházat akarnak felhúzni. Én élek a gyalogban erre, és ezt jelezte a kedves hallgatók is, hogy az az osztrák úriember a saját területén húzta fel azt. Igen. József körút, Baross utca sarkán nem működnek a lámpák, ezt Robi küldte nekünk. Mindenki menjen nagyon óvatosan, baleset veszélyes. Tegnap reggel és ma is rendőrök gyakorolják a forgalom irányítást a Kálvin téren. Tegnap flottul ment, de ma kezd meghalni a Buda felől érkező forgalom. Autók, villamosok is feltorlódtak. Fószer. Az, amikor ott állsz kezdőként, és a főnök azt mondja, hogy figyelj, Józsi, meg tudod oldani, elmegyek pisilni, és hirtelen lefagy, és nem tudod. És benne azt egy ilyen négy sugaras kereszteződésben, nem, azt is elfelejtett, hogy hogy hívnak, balról jön a villamos, hátul egy ifadudál, ott indulnának a gyalogosok, és minden személy rácegedő. Davies. Old meg, nem? És hirtelen, mi volt a könyvben? Hogy? Balkar, jobb, és egy pillanatra lefagysz. Azért az kemény. Hát de valahol nekik is gyakorolni kell. Nem? Egyszer el kell kezdeni. Egyszer ezt el kell kezdeni. Az ugyanaz, mint a fogorvos. Szerintem ilyenkor az van, hogy nem szabad pánikba esni. Tehát a lehető leghatározottabban arra kell bazírozni, hogy mindegy, neked van igazad, nem? Igen. Én nem ismerem a jeleket, csak megyek a többiek után általában. Nagyon határozottan mutogassál. Nagyon határozottan kell mutogatni, csendre inteni, rendre inteni, és a többiek úgyis majd mennek a többiek után. Tehát akkor el kell kezdeni
valamit nem tudom hazudni, jelbeszédbe hazudni. Én tudom, hogy mi a titok. Mi a titok? A titok az, hogy az egyik kéznek mindig fönt kell lennie, nem, mert akkor az egyik irányból megállítod a forgalmat. De merre? És mutatsz egy másikba. De hova? Ha figyelj, akkor érted, csak egy irányba mehetnek. Nem, de most ebből látszik, hogy kinek nincs jogsia, az azt jelenti, ha felteszed, hogy változtatni fogsz a forgalom irányán. Hát de milyen jól gondol, hát fog változtatni, beszól, ja, jelezte előre, hogy egyszer változtat. Állj! Mindenki áll a keresztező. Még gondolkodom. Még gondolkodom. Ott nagyon magabiztosnak kell lenni. Rászólni, rámutatni, hátré fütyülni, nem? Akkor ott el kell kezdeni valamit, valamit és csinálni. És blöffölni rettenetesen. És nagyon nagyokat blöffölni. Igen. Vissza! Állj! Tolatás? Maga? Szemkontaktus? Így? Rámutat? Nézzel rám? Ott maradsz? Nem mozdulsz? Nem mehetsz? Gyerünk, gyerünk, gyere! Gyere! Gyere te! Na, tász! Gyere! Így kell. Ha magabiztos vagy, akkor elbizonytalanodik az autós. Nagyon magabiztos, hát akkor én vagyok a hülye, hát akkor valamit rosszul csinálok. Mindig azon imádkozom, hogy ne én legyek az első. Na, már második vagy, már mész, amikor még az első elindul. Ő nem? Volt a hibás, én csak őt néztem biztosan. Első vagy, és aki rád mutat, integet, fönt a kéz, mindjárt vált. Fú, de nagyon nem tudom. A Janit kiküldeném egy ilyenre. Voltatok már egyszer még régen a Danubiusba, kimentetek. Amikor oda voltunk, kerültünk, ugye kimentetek forgalmat irányítani. Hát de én... egyedül. Nem volt rossz. Hát, azt szerintem az OFK nem vállal le. Szerintem pánikba esni. És hogy vagy, van a rendőrpalotának egy ilyen belső udvar, ahol először ott gyakorolnak rendőrautókkal, és amikor már felkészültél erre, akkor kivisznek először egy kisebb kereszteződésben. Van egy ilyen kis kresszpark? Van egy kresszpark. Ha kész vagy, elvisznek egy zsákutcába. Ha leirányítod a zsákutcát, elvisznek egy irányú utcába, utána elvisznek, mit tudom én, egy két irányú utcába, aztán egy kereszteződésbe, tehát így van a fokozatai. Törzsömestről állj! Katalin, indul a Ica Mega. Mama marad. Nem megmondtam, hogy negyedebben, meg negyed erre. Mama marad. És akkor szépen leirányítják. Forgalmat irányítani, mit jelent a rendőröknél? Az egy komoly rang? Tehát szerintem akkor... igen. Aki igen? Kiállhat, az már komoly. Az már komoly? Hozzám. Biztos. És mi van, amikor nem kell forgalmat irányítani? Akkor ő egyébként megy és igazoltat? Akkor vannak akkor lövészeten vannak biztos. Vagy vannak az úgynevezett ilyen forgalomirányítók, akik ülnek, nézik a forgalomirányító központokon, és valahol betolik a lámpak, oda rohannak és irányítanak. Tehát külön irányít, meg külön igazoltat? Vagy aki igazoltat, az irányít is? Minden rendőr tud irányítani? Szerintem minden rendőrnek alapfokon kell tudnia. Igazoltatni? Igen. Szerintem ő neki kell tudni így válság kezelni. Aha. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy két motoros rendőr arra megy, nézd már csak, micsoda tordódás, megoldom. Leszáll a izéről, letámasztja, oda megy, megoldja. Tehát mindegyiknek, minden közlekedési rendőrnek kell. Nyilván valami tanfolyam, biztos vannak specialisták, akik csak erre szakosodtak. Érted. Látom valamelyik országban a szenzációs, ott egy rendőr, nem tudom, Ausztrália, Anglia, nem tudom, hogy táncolva irányított, azt láttátok? De szabályosan csinált mindent, csak elkezdett táncolni, bemutatta, hogy merre kell menni, riszálta a fenekét, szenzációs volt. És röhögtek az emberek, végére hajtották, amit mutatott, de jól mutatta. És táncolva elszambázta, beriszálta a fenekét, a karját belendítette, zumba aerobikozott, meg nem tudom, mit csinált, de minden jó volt, amit egyébként végrehajtatott az autósokkal. Nem, nálunk itt kicsit szigorúak. Hát, meg az a baj, hogy nálunk nem jól veszik ki magát, amikor elkezdenek táncolni, meg elkezdenek el a saját koreográfiákat begyakorolgatni, gondoljunk itt csak az országgyűlési őrségre, amit legutóbb produkáltak, ugye kitaláltak magunknak egy saját őrségváltási koreográfián. A Sándor Palotánál, vagy hol? Úr is, nem, országgyűlés. Ja, az országgyűlés, igen. Hát, hogyha még nem láttátok, akkor azt nézzétek meg. Nem is ott a Kossuth téren masíroztak? Nem, bent a parlamentben. És mi ja, tudom, miért? A lépcsőnél, a bejáratnál. De az hát. Egy ilyen autodidakta valami volt, így egyszer csak így kitalálták, hogy azt valami legyen. Magukra. Hát korábban nem volt országgyűlési őrség sem, nem volt igen. Ilyen, illetve volt, csak ugye nem volt egy speciális egyenruhájuk. A turisták hiányolták, én úgy tudom, igen. És kitaláltak igen. Valamit, aha. Én azt láttam azt a videót, hát azt most fölállunk, megcsináljuk mi is. Hát én nem tudom, hogy kinek hiányzott az, ami végül született ebből a kezdeményezésből. Azt mondom, azt most hárman így nekiállunk, veszünk egy csákot a fejünkre, azt lemasírozunk. Ez a menjetek már le azon a rohadt lépcsőn, bakker. Most minek jöttél vissza? Miért vész vissza? Miért fordulsz meg? Miért csinálod ezt? Állt három ilyen japán turista, 6 darab fényképezőre nyakába, és nem hittem. Add már át a szolgálatot! De azt én is láttam, azt nem akartam elhívni. Mi nem hiszed el, és még mindig van, és még mindig igen. Van, és már majdnem lementek, de már, de mégis meggondolták magad, most megfordulnak, de most megint megfordult. Igen. És miért fordult vissza? Most miért megy arra? Főleg akkor miért jön vissza? Ha láttál egy-két ilyen hagyományokra alapuló őrségváltás, Londonban, meg egy-két helyen, ahol azért ezt így nagyon fegyelmezetten csinálják, és tehát nem, hogy nem pislog, annyira egyszerre lép, hogy megőrülsz, annyira durva.
Figyelj, este keltek. Igen. Teszem ezt így reggel megbeszélni, Józsi, váltsunk már. Jön egy japán csoport, valamit találjunk már ki. Produkáljuk már munkat. De nem lehet, öcsi, nem lesz ebből baj? Nehogy lesz baj. Menj még az átraart. Akkor váltsunk. Nem lehet, hogy ott ez a koreográfia? Tehát, hogy azt direkt csinálják így. Mit? Hogy ketten nem tudtak egyszerre balába lépni? Azt nem. Nem? A japok sírtak, csapkodták a térdüket. De nem hiszel el, végignézed, és nem érted az egészet. Tehát, hogy most miért, tényleg hagyják már abba, azt menjenek már le. Úgyhogy, de hát hagyományt igyekeznek teremteni. Igen, ez csak van. Kell neki egy 100 év, hogy kiforja magát. Így van, meg ruhára egy pár száz milla. Na, viszont, amiről most akarunk beszélni, az mindenkit érinthet, mert hogy állítólagosan lefülelték a betörők nyelvét, és megfejtették, hogy melyik kis piktogram, melyik kis jel mit jelent, ha rámázolják a kapucsengőnkre, a házunkra, a kerítésünkre, akkor, ha kiszemelik a lakásunkat, és be akarnak törni. És... a Da Vinci kód. Micsoda? Hát aha. Elég hülye neve van, de azért... Da Vinci? Da Vinci. Komolyan behetjük ezt a dolgot. Da Vinci? Da Vinci. Da Vinci kód megmutatja, hogy hogyan jeleznek titokzatos jelekkel egymásnak a betörők. Da Vinci? Da Vinci. Add már oda azt a papírt. Tényleg így ez hívja. Tényleg jó hívja. Az utóbbi években úgy látom, diszlexiás vagyok is. Most már diszgráfiás is, én is tudok. Da Vinci kód. A Da Vinci kód arról szól, hogy... milyen jeleket használnak a betörők. De ezt külföldön festi? Is használják, egymásnak és ezt állítólagosan... Tessék? Egymásnak átküldik ezt, vagy hova festi, vagy mit nem, csinál nem, például, ha te mész haza, és a kapu telefonod mellett bizonyos jeleket látsz, akkor számíthatsz arra, hogy a lakásodat megjelölték. De nem körbe pisilték, hanem megjelölték. Aha. Egy alkoholos filccel, vagy a házad kerítésére nyomnak egy X-et, vagy bármilyen jelet, mindjárt átveszük a jeleket, akkor tudhatod, hogy repülők, betörők nézték ki a lakásodat. És tudhatod, hogy zárat kell cserélni, vagy megerősíteni a védelmet. És ez bármi... minden országban más és más, gondolom. Ez nem egy ilyen egyezményesített jelzés, nem? Dehogy nem. Hát vagy jön egy belgiumi tolvaj, hát nyugodtan ne tudjon kirabolni egy magyar lakást, és pont fordítva. Hát ez egy állítólagosan egy ilyen egyezményes. Nyilván vannak eltérések, persze, nem tudom. De... minden esetre átvehetjük a jeleket, hogy mire kell figyelni a lakóknak, akik nem szeretnék, hogy betörjenek hozzájuk. Ez érdekes. Na, ha miénk mellett például van egy kés meg egy villak, az azt jelenti, hogy kaja, pia, dögivel, más nincs. Ne lopjá. De hogy étterem gyűlik itt. Ja, vagy az. Vagy az. Vagy hogyha Balázséknek a van ebbe. Kaputelefonja mellett az van oda írva, hogy kirabolok sebestjél, abból lehet azért se. Az elég egyértelmű. Az nagyon egyértelmű. Szóval, különböző jelekkel jelölik. Van mérges kutya jel, rablása kijelölve, korábban kifosztva, üres lakás, egyedülálló nő, szobák száma, veszélyes lehet, figyeli a rendőrség, hivatalos személyi lakja, és ezek a jelek arról árulkodnak, hogy mit talál nálad a tolvaj. Azt például nem tudom, hogy honnan tudja, hogy mit tudom én, korábban kirabolva, de a korábban kifosztva a jel, ha ilyet látsz a kaputelefonodon, akkor azt nyugodtan letörölheted, az mert ha korábban nem, ha korábban kirabolták a lakásodat, azt úgyis tudod. Mi lesz? Melyik a legfontosabb jel? Ez a legfontosabb jel. Korábban kirabolták lakás. Ezt kell mindenkinek a saját kaputelefonjára felfesteni. Ez nagyon jó. Zavarjuk össze őket. Elmondom, hogy lehet őket összezavarni. Főrakod a korábban kifosztva jelet, ez egy téglalap. Igen. Állítólagosan rablóknál, ezt magyarok is használják, egy téglalap, és a téglalap tetején van egy kör. Ez a korábban igen. Kifosztva. Aha. De ennél sokkal jobbat tudok. Mi van akkor, ha például én csapdába akarom csalni a tolvajokat, igen. És azt a jelet rakom föl, hogy nincsenek otthon a háziak. Mert hogy ilyen jel is van. Nincsenek otthon a háziak. Na jó, de ezt felrajzolod, és akkor soha nincsenek otthon. Hát micsoda hülyeség. Egyébként ez hülyeség, ugye? Igen, de felrajzolom. Nem, azt inkább a tiédre rajzom föl, nincsenek otthon. De horát vagy. Nincsenek otthon a háziak. Tehát én törbe akarom csalni a lakókat, akkor én felrajzolom, ha nincsenek otthon a háziak jelet. Elbújok. Igen. Szólok a rendőrségnek. Betörnek hozzá, mert azt hiszik, hogy nem vagyok otthon. És már is megfogtam őket. Nem rossz. Ugye? Nem rossz. A mérges kutya az egy ilyen áramszerű jel, egy ilyen áramcsapásszerű jel, amikor így lefölhúzogatod a tollat, egy ilyen expander jel, vagy nem tudom jobban elmondani. A rablásra kijelölve, ha valaki X-et lát a kaputelefonján... Azt tudja, hogy az már valamelyik... Azt valaki kinézte, már megvan. Az X-el jelölik listán állítólagosan vagy. Azt, hogy rablásra kijelölve. Aha. Tehát a X-et látsz, töröld, rajzolt fel a szomszédhoz. Ez egy jó megoldás. Menj állod a kezed, letörlöd a jelet, rejtvizel Rákóczi, harmadik, rohadt nagy X-et bevésel oda, Feriéket biztos, hogy kipakolják. Az üres lakás az mi?
Az üres lakás, az az hogy geometriából nem voltam annyira jó, mutatom, ez a gyémánt jel. Mi az a rombusz? Mi az a jel? Az a gyémánt jel, ugye? Deltoid. Deltoid, igen? Deltoid. Ez? Az a rombusz. Az egy deltoid. Ez a rombusz. Az a rombusz. Ne haragudjál, deltoid, az most... Há most... Milyen betörő minden, vagy te? Minden órára nem mentem. Józsi, meg megmondtam, az, ne a az rombuszhoz törjél be, a deltoidhoz törjél be, Józsi. Ezerszer megmondtam, már hagyd a rombuszt, a deltoidra menjél. Hát, most, ahogy te mutattad nekem ez pedig egy deltoid. Igen? Jó, de nem mi így az? Mutattam. Mi? Na, mi jó, a helyben vagyunk. De miért bonyolítják ennyire? Mi? Tényleg, miért nem pöttyöket rajzolnak, vagy katicabográt? Érted most? Négyszög, négyszög. Na, jó van. Jó, megmondom, mi van. Elmondom, hogy van. Egy kocka, ami kicsit el van mi forgatva. Az? Na, hát az a elforgatott rombusz. Kocka. Az a rombusz, igen? Az nem deltoid. Az deltoid az, ami ilyen sárkány repülő alakú. Igen, az hosszú, az alja. De most jó, hogy kiokosítottalak, az bedód rögtön a sárkány repülőt, mert látod. Hát én jó bedörő vagyok, azonnal tovább képzem magam. Szobák számát, például érdekes a dolog, de a szobák számát apró pöttyökkel jelölik, tehát ha látsz kicsi pöttyöket a lakásod mellett, vagy törölj le egyet, vagy írjál hozzá még négyet, attól függ, hogy kinél látod, ha nem akarod, hogy betűjtenek, törölj le két szobák száma. Szobák száma megjelölik azt is, hogy hány szoba van. Igen. És nálad mit csinálnak? Kiszórnak egy marék mákot? Szobák számot, hogy igen, felrajzolják a tejútrendszer, nyilván. Egy igen. Pont és egy végtelen jel. És hogy el fogsz tévedni, nem igen. Igen. Szóval, amit nagyon kell figyelni, az X. És azt írja ez a lap egyébként, aki ezeket összeszedte, hogy ezt már a magyar rendőrök is tapasztalják, akik egyébként nyomozó nyilatkozott a budafoki televízióban, hoppá, és elmondta, hogy valóban vannak a lakótelepeken ilyen kaputelefonokra rárajzolt jelek, és ezeket figyelik a járőrözők is, figyelik a különböző ilyen távfelügyeletek, cégek, akik mondjuk így körbejárnak, vagy ellenőrizni jönnek, de hogy minden lakót felszólítottak, hogy figyelje a saját kaputelefonját. Azt például nem tudom, hogy mitől, hogy veszélyes lehet. A veszélyes lehet, az egy ilyen sok kocka egymás mellett. Ez honnan, mi az, hogy veszélyes lehet, hogy kutya van bent, vagy nagymama? Ugye mitől veszélyes? A nagymama. Hát, a nagymama háromlábú bottal. Nagyik kikapja a fogsatot. Hirtelen mozdulat. Veszélyes lehet. Figyeli a rendőrség, egyedülálló nő. Az egyedülálló nő az egy lefelé fordított háromszög. Az az egyedülálló nő például. Lefelé fordított, az hír, lefelé fordított háromszög. Az jó hír a vetörőnek, hogy egyedülálló nő? Vagy elkapja az egyedülálló nő és... Hát ne, az jó hír szerintem mindenki. Az egyedülálló nő az nyilván jó hír, persze, tudod, könnyebb betörni. Az egyedülálló férfit ezt mivel jelölik? Egy felfelé álló hatalmas. Egy Wehrmacht csisakkal. Mit rajzolja ki, ha nem akarom, hogy jöjjenek? Rajzoljam be az üres lakás egyedülálló nő? Nem, az nem jó. Ez a kombó nem jó. Üres lakás egyedülálló nő. Berajzolom a figyeli a rendőrség és a mérges kutya. A figyeli a rendőrség, ez egy érdekes dolog, az két sín elfordítva, tehát nem egyenesen megy a párhuzamos vonal, hanem kicsit megdöntve két párhuzamos vonal, összekötve közte vonalakkal. Az a figyeli a rendőrség jel. Azt, ha behúzod magadnak, akkor biztos, hogy nem mennek be hozzád. Láttatok már ilyen jelet, vagy tapasztaltatok valaha? Hála nem? Istennek nem. Az adás után kíváncsiak, hogy hányan fogják egymás kaputelefonját összefirkálni. Hányan tesznek az utál szomszéd mellé X-et. Na, te ilyen emeletes házban laksz. Igen, nincsen ilyen összefirkálás? Nem figyeltem még, most megnézem. Nem lát egy baromi nagy X-et az ajtódon? Nem, hála Isten. Hát nálunk mérges macska, mérges kutya. Mérges macska jel van? Mérges macska jel, az nincs. Nincs. Mérges, ugye, másfél szobát, az hogy jelöljük? Egy pont és így, egy másik pont áthúzva? Igen. Figyelj, másfél szoba. De honnan tudják a szobák számát, például nem törtek még be? Honnan, hogy jelöli meg, hogy hány szoba van egy lakásban, ha még nem volt benne a lakásban? Én megmondom, honnan tudja. Ugye, például a panelházakban úgy van az elosztás, hogyha mész föl, akkor jobbra az 1 plusz 3, középen az 1, balra az 1 plusz 2. De ezt meg lehet jegyezni is, ezt minek kell fölírni. Hát annyira hülye, hát hogy igen. Nem emlékszem, és balra megyek, jobbra megyek, hol van az 1 plusz 3, hol van az 1 plusz 2. Tehát ott ugye ilyen soronként egymás alatt mindig ugyanolyan típusú lakások vannak, például a panellakásokban. Aha. Az új építésűekben szintén hasonló, hogy azonos négyzetméter megy fölfelé. Az ugyanaz. Tehát az szintén ugyanaz. A lakások ugyanúgy néznek ki. De kis négyszög, benne a nagy négyszögben kis négyszög, kertes ház. Ér, csak hogy tudja, ha esetleg nem esik le neki a tankusz.
Figyelj, azért hazamenni és látnál egy X-et a kecódó, hát nem örülnél neki, nem? Hát nem. Mondjuk én azt mondom, hogy amőbázunk is rajzolni, mert egy követ. Ja, igen. Kihívták a csak. Hát akkor gyere. Figyelj, hazamegyek, rajzolsz belé egy hatalmas kör. Hazamegyek, megnézem. Mármint, hogy van-e rajta X? Igen. Hát, ha van valami jelölés rajta. De miért? De nem értem a jelölést. Hát, te tudod, hogy neked a házadat megjelölték, ha ismered ezt a jelrendszert, akkor elkezdesz beruházni. Hát elárulják azt, hogy be akarnak törni? Igen. Vagy hogy van ez, hogy az egyik rabló elmegy felderíteni, bejelöli a másikra? Miért nem hívja föl telefonon? Hogy figyelj, Józsi utca 2, B, mennyi... Ott mert így, imádnak így konspirálni. Miért kell megjelölni? Érted ezt? Kinek jelöli meg? A társának, akivel egyébként nem kommunikál? Vagy ezek lehet, nem beszélgetnek egymást? Lehet, hogy túl biztosítják. Lehet, hogy most feltételesen vannak kint, és így nem szeretnének bebukni, és ezért túl biztosítják a sztorit. Na, én látok, hogy mi elmegyünk a Ferivel betörni hozzá. Júj, de jó. Én látom, hogy a te nem vagy otthon, meg látom, hogy nincs ajtód, meg ott áll benne a kocsi, meg rajzolok egy X-et, egy főnál felét, hogy Feri. Gyere, menjünk és vigyük az autót. Király utca 3, mennyi törje be, figyelj, mehetsz a Janiét. Ezek nem amatőrök, mert mi úgy gondolkodunk, mi már becsületes emberek vagyunk, mi totál amatőrként. Ők a profik. A profik minden egyes részletet megterveznek. Tehát össze akarnak zavarni a rendszerre. Ők találkoznak valahol, és azt mondja, itt vagyok. Hol? Nem fogtuk meg a hátad mögött. Kiraktam a jeleket. Milyen jeleket? Az elakadásra. Majd menj oda, nézd meg. Kérdezi egy hallgat, mi van, akkor oda megyek és rajzolok egy halálfejet a lakásodra. Na, az mit jelent? Hogy a bejössz, akkor halsz meg, vagy a bent lévők halottak, vagy ne gyere be. Vagy ne gyere be, mert te halsz meg. Össze lehet őket zavarni egyébként. No, telefonáljon már olyan, aki betörő. Jó? Jó. Igen. Jó? Légy szíves, hívjon föl minket egy betörő. De most autótolva is telefonált. Igaz. Mondja, akkor egy olyan betörő, aki már nem betörő, csak régen betörő volt, most már, mit tudom én, 4 levelű lóherét gyűjt, és virágot árul a nagybani, minden megjavult. Hogy mondja, hogy ez van-e Magyarországon, vagy hogy nézik, hogy derítik fel a lakásokat. Tehát mi a bevett módszer. Jó? Mert olyan embert is meg tudnánk szólaltatni, nyilván akit kiraboltak, de hát ezzel sokan vannak így, aki a másik oldalon van, és mondjuk 10 éve csinált lakásbetöréseket. Uh-huh. Nem azért, hogy most ítéletet hozzunk, vagy pálcát törünk a feje felett, hanem elmondja, hogy Magyarországon tényleg létezik-e ez a jelrendszer. Hogy megjelölik a lakásokat, leadják a drótot, hogy jelölik meg, ki figyeli, mikor nézik meg, hogy nem vagy ott, a jegyzetelnek-e a lakásod előtt, hogy ez mi alapján megy. Jó, ha van olyan, aki lakásbetöréssel foglalkozott, kicsit olyan, mint a nyilázáró csere, nem? Oké, igen. Lakásbetöréssel foglalkozott egy néhány évig. De már megjavult, és pap. De megjavult, igen, és mit tudom, én már normális állása van, de volt egy-két rossz, sötét év az életében. Az mondja már rá, hogy kell egy ilyet elképzelni. Van ez a jelrendszer Magyarországon, és hogy működik? Jó, 555-55-00, ez a telefonszámunk. Jelentkezzen valaki, aki már valaha betört. Jó, 9:05, jövünk a hírek után. 3:09, 2:00, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Arról beszélgettünk, hogy állítólagosan a betörők ugye különböző jelrendszerekkel jelölik meg a lakásokat, kaputelefonokat, házajtókat, lakásajtókat, kerítéseket. A jelrendszert próbáltuk megfejteni, és arról beszélgetünk, hogy melyik mit jelent. Ugye, mit látsz, ha X van a házadon, mit látsz akkor, ha egy négyzet és rajta egy kör, ha rombusz, ha deltoid, melyik mit jelent? Valaki írja, hogy szegény Varnus Szavér ugye nagy bajban van. Egy VX-el ott vége van. Hatszor fogják kirabolni. Most láttam egy X-et az M6-oson az egyik felüljárón. Üzeném az alattalakú hajléktalannak, hogy ki fogják rabolni. Vigyázzon. Megjavultam, eddig lakásbetörő voltam, most már kulcsmásolóként dolgozom, ne hívjatok. És ugye kértük, hogy jelentkezzen olyan, aki lakásbetörésből élt valamikor, hogy működik ez a jelrendszer, ismeri-e, mire kell figyelni, mi alapján jelölik, vagy figyelik ki a lakásokat, hogy törnek be, mi a módszer. Nem kevesen jelentkeztek, az a megdöbbentő egyébként, hogy Anna folyamatosan kapkodta a telefonokat, csak úgy vette fel, mindig, hogy tessék, betörő, és betörő volt a másik oldalon. Többet szeretnék volna elmondani, hogy ebből éltek. Figyelj, és annál a vasúti átkelőnél, ahol csak fénysorompó van, és látom előtt az X-et, ott ellopták már a sorompó. Igen, az András körözt. Annak már vége, igen. Itt van velünk Ricsi, aki egykor a lakásbetörésből élt. Hello Ricsi, jó reggelt! Hello, sziasztok vagányok! Szia! Te konkrétan lakásbetörésekből éltél, vagy betörő voltál? Hát igen, sajnos igen, betörő voltam, és sok részben ebből éltem, nem is rosszul. És elkaptak? Hát amikor ezt nem kaptak el, mert megbuktam, maradjunk, hogy elég bonyolult lenne ezt úgy elmondanom, hogy hogy, mint merre, de hát végül is megcsíptek. Na, van-e jelrendszer, vagy ez hogy működik? Hát nézzétek, én elég sokáig benne voltam, meg eléggé benne voltam ebbe a, hogy mondjam, úgynevezett
krémbe, mert van ennek krémje is, és de nincs ilyen, ez biztos, tehát amikor én ebből éltem, csehz voltam, ugye te olyan felhívást adtál, aki már abszolút megváltozott, én már abszolút megváltoztam. Egy picit lehalkítod a rádiódat? Lehalkítod egy picit, mert nagyon összegerjedünk, Ricsi, köszi. Már le is halkítottam. Igen. Szóval oké, már más csinálsz, de akkor mi alapján figyelitek a lakásokat, hogy ment ez akkor? Megmondom, tehát én úgy gondolom, tehát ezt tapasztalatból tudom mondani, hogy hát maradjunk a 90%-ban. 90%-ban tippet kapunk erre, tehát ezekre mind tippet kapunk. De ki adja a tippet? Vagy igen. A gázszerelő? Nem mondom, vagy a nagymama? Azt ugye nem is sejtenéd. Hát igen. Nagymama, a haver, a rokon, igen. De mindenképpen valami ismerős nyilván, tehát például a te lakásod, de nyilván olyan valaki adna a tippet, aki valamilyen módon és formában kötődik hozzá. Ez egyértelmű, mert másképp nem adna tippet. És hogy találjátok meg, hogy felhívja a betörő segélyszolgálatot, és azt mondja, hogy összevesztem a Janék, raboljátok már ki, mert akkora plazma tévé van náluk, hogy hol? Nem mondom neked akár így, de nem, hát van egy, mit tudom, egy ismerősöd, mondjuk a Janiról, ugye Janiról volt, a Janinak van egy ismerőse, és az ismerőse úgy gondolja, hogy könnyebben keres pénzt, mint egyébként, és azt mondja, hogy van egy ilyen tippem, és attól függ, hogy milyen tippet ad az ismerős, attól függ, mennyire konkrét a tipp, ez százaléktól százalékig működik, hogyha valaki ad egy tippet, megvan, hogy hány százalékot kap ma, hány százalékot és minimum hány százalékot kap egy tippadó. De hova törtetek be, inkább családi házak, vagy panellakások, hogy hova mentetek inkább? Hát igen, volt családi ház, de inkább KFT-k. Tehát abban az időben még azért elég új volt ez a KFT, BTF, különböző vállalkozási formák elég újak voltak. A védelmi rendszerek sem voltak ennyire képülőn és ennyire profit sem voltak, mint most. És hát könnyű, könnyebb volt a dolgunk, mint most. Hát a mi rizslámpáinkról megszabadíthatna már minket valaki. Mit darabja legalább 600 forint. Annyira kellemetlenek. Szóval egy ismerősenek, hogy egyre egy rizslámpára egy tippet, és hát ha. Egyébként elkaptak jogerősen, elítélt a bíróság? Tehát voltál börtönben? Igen. Mennyit voltál? Hát első fokon kaptam sokat, nagyon sokat, aztán végül is 3 év, 8 hónap, 9 hónap lett a vége. Betörtetek a másodfokú bíró, azaz megfenyegettétek, hogy kicsit vigye lejjebb? Nem kellett megfenyegetni, de lejjebb vitted, és akkor ezt le is ülted? Uh-huh. Hát én kénytelen voltam. Ez értékben körülbelül mekkora volt, amit így... 90 millió forint. 90 millió forint, azt a mindenit. És most mivel foglalkozol? Most azt nem mondom meg inkább, Balázs, mert akkor az elég. Hát inkább ezt nem mondanám. Nem tudom, kulcsmásolás. Úristen, csak nem lettél politikus. Nem, teljesen más. Egyébként zár. Tehát ott ketten voltunk, volt, aki az egyik záros volt, a másik riasztós. Ugye szakosodva voltunk, és most teljesen mással foglalkozom, és teljesen más életet élek. De akkor ez a jelrendszer, amiről mi beszéltünk, ez effektíve... Ez biztos. Ha ez működne is most, én erről tudnék. Biztos, hogy nincs. Még vannak ismerőseid, akik csinálják azért, hogy hát, tudnám? Igen. Hát csak igen. Megiszunk egy sört a haverokkal. Régi szép idők emlékszik. Nem szakadtál el teljesen a múltattól, vagy te már nem csinálod, gondolom? Én abszolút nem. Tehát én ebben teljesen felhajtom, teljesen más életet élek. Teljesen más életet. Na jó van, hát köszönjük szépen, hogy elmondtad. Igazán nincs mit, ha én mondom a jelrendszerről annyit, hogy ilyen nem létezett, és tudomásom szerint nincs is. Erről én tudnék erről a jelrendszerről, ez, nem tudom, hogy honnan vettétek ezt az információt, de szerintem ez babasság. Ilyen nincs ez a jelrendszer, ez 90%-ban egy tippre működik, tehát általában biztosra mennek, vagy hát az idiótábbak, ezt tényleg azt kell mondjam, hogy az idiótábbak, bocs, hogy így mondom, az azt nézi, hogy full nagy ház, nagy kerítés, nagy kocsik, na ide bemegyünk. Tehát az valami hasonlóképpen működik. Ricsi, köszi, hogy elmondtad. Örülünk, hogy jó útra tértél. Köszi, ciao. Igen, ciao. Hello. Ciao. Hát akkor egyre inkább úgy néz ki, hogy ez az amnéziás, egyedül dolgozó betörőknek a jelrendszere. Az amnestia. Igen. Vagy pedig a védelmi rendszereket kiépítők jelrendszere egyébként, akik most mennek majd egy kis zsírkrétával, vagy alkoholos filtert, bedobnak a postaládátba egy riasztó felsőfokon, meg nem lakásvédelem, betörésvédelem, és 66 darab X-et rajzolnak ugye minden kaputelefon mellé. Tehát most, ha nekem lenne egy ilyen cégem, kiküldenék valakit X-eket rajzolni. És hát. Már a szórólapra is ráírnád, hogy hallott már a betörők jelrendszeréről. Ha az ön lakás X, ha az ön lakását X-el megjelöltik, csak rohadt nagy X-et teszem. Mondjuk honnan tudjuk, hogy nincsen egy ilyen céged.
Nekem? De most miért buktatod? Mi vagyok én, Hajdú Péter, hogyha a cégem van, menzát szállítok a Török Bálinti iskolába, meg csak betörésvédelmi cégem. Van, hát riasztókkal forgalmazok, mint hazam, hogy olyan rohadt nagy X van már lakásodó, hogy ez nem bali, gyere föl. Egyébként ennél sokkal durvább dolgot tapasztalok most már, hogy házakra jelölnek. Hihetetlen, hogy miket csinálnak. Na, mi? Hétvégén megálltam a belvárosban, és a közterületfelügyelet, tudod, mit csinál? Mi? Hát figyelj, az eszem megáll. Hát nem hittem el. Leparkoltam a kocsival. Igen? Bementem inni egy kávét. Kijöttem, és tudod, mit csináltak? Na. Forgalomtól elzárt területet festettek a kocsim alá. Az! Mekkora rohadt szemét, mocskos állnok dolog. Érted ezt, hogy már erre mennek? Hogy nem iszol egy kávét? Nincs semmi a kocsid alatt. Kijössz, oda festenek egyet. Korrektül leteszed a járműre. És megbüntetnek. Útburkolati jelzéseket festetek az autód alá, ezek a szemetek. Elképesztő. És még láttam is, hogy egy Pali egy ilyen nagy partvissal így húzza, vonja, tudod, arra, mondom, mit csinál? Azt hittem, kitakarít a kocsim alatt. Megyek, mondom, Viki, hát ez nem volt itt. Érted? Alánk festették. De ravaszak ezek. Hússak végig az, ugye még fog. Hallod? Elindultam, és a gumim is festékes lett. De amúgy festette, nem cseszte. Ravaszak ezek. Alát festik az áróvonalat. Akutya fáját. Érted? Hogy csinálhatnak ilyet? Hogy most már van pofájuk alát festeni? De hogy? Érted? Hétvégén nem kell parkolási díjat fizetni. Megállok. Iszom egy kávét, kijövök. Alán festik. De... Hát mi a következő? Áthúzzák a kocsitot. Ezt én ezt hát, komolyan mondom, nem hiszem. Érted ezt? Érted. Törvénytisztelő vagy, adót fizet, szép vagy, és még ez a hála. Ha megkér, arrébb állsz, mi van, nem? Mi van, ha ide kell festeni. Mi van, ha figyelik a hírességek meg a celebek autóját? Megáll egy híresség, teljesen szabályosan. Jön a festőbrigád. Igen. Tudja, hogy egy híresség áll ott. Alá festik a forgalomtól elzárt területet. Ki jössz? Ott a büntetés. Az bemázolják a Rocky jelzést. Mi? Szegény. Alát festenek. Hát, érted? Hétvégén. A Hajdút is így csípték meg akkor. Hát persze. Amikor erre nem is gondolsz. Mi? Érted? Hova fejlődik tudod, a főváros? 10 000 forintért a fotóért. 10 000 forintért. Érted? Mert aláfest, lefotóz, beküldi. A Hajdúval tudod, mit csináltak? Mi mit? A járdát aláfestették. Aláfestették a járdát. Tényleg. Hát ekkora szemétség. Aláaszfaltoztak. És megemelték. Megemelik a kocsit. Bemész, iszol egy kávét ártatlanul. Kijössz, járdán áll a kocsit. Mit látsz? Alád rakták a járdát. Nem a lakásokat jelölik meg, haver. Én egyszer olyat is hallottam. Záró vonalat festenek a kocsid alá. Hát micsoda világ ez? Hogy alá vetettek hóvirágot. Természetvédelmi területen. Érted? És olyan volt, mintha ott állt volna meg. Hát persze, hogy megbüntették. Aztán mindenféle napilapok teljesen jogtalanul egyébként meggyanúsítanak, hogy te ott parkoltál. Közben mit látunk? Látunk egy autót állni forgalomtól elzárt területen. Na de kérdezem én, mikor festették oda azt a vonalat? Ugye? Azt már nem kérdezi meg az újság. Megírja, mert egy olvasóriporter feljelenti, elhiszi. Ugye? Na mindegy, erről ennyi. Hihetetlen. Én egyszer azt hallottam például, hogy a Dembinski utcában egy egész kocsisort raktak közelebb a zebrához. Azért, hogy az elsőt meg tudják büntetni. Az olvasó mit csinál? Megfogja a lapot, és azt mondja, nézd már ez a Balázs, hát milyen járgánya, ráadásul tilosba parkol, mit meg nem enged magának? Ilyen járgány nincs is. Az ilyen járgányom, ha bármit megtett közben. Holott? Nem gondol arra, hogy amikor odálltam, nem volt ott semmi. Érted ezt? Tesó, iszom egy kávét a feleségemmel. Kijövök, odafestek. És hát tudod, mi a legdurvább? Mindent lehet. Azt nem tudom, hogy észrevettem, most mondjuk koszos az autód, de nem látszik, hogy nem is ez az eredeti dukkózás az autódnak, hanem egy olcsóbb. Még fel is fényeztették, hogy drágábbnak tűnjön. Ugye? És komolyan mondom. Van ilyen alu felni? A világon nincs, amit erre rárajzoltak. Bárhol megálltok a fővárosban, drága hallgató, vigyázzatok. Fotózzátok le, amikor megálltatok, hogy nem volt ott vonal. Kijöttök, lehet, hogy lesz vonal. Jó? Nem akarok erről többet beszélni. Várj, hova fejlődik ez? Még alád raknak egy nagy mamát, hogy elütöttek? Mi? Te durva, ne adjál már tippeket. Jó, Feri, hülye vagy, kivel hát vagy? Ez kész van már, te, hidd el. Na jó van, úgyhogy nem csak kapukat festenek, tessék mocskos odafigyelni. Mocskos szemétvilág ez, rohadt srácok. Rohadt egy életed. Hármas ugrást játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, Barbi vagyok, 60 volt. Hú, Barbi, de rosszul hallunk. Szia. Egy pillanat, kimegyek.
Barbie, mit dolgozom? Mert nagyon zajos helyen vagy. Igen, Varrodában dolgozom. Varrodában? Ó, jó hangulatú Varroda, sok csaj, ugye? Így van, igen, jó sokan vagyunk, tök jó csapatban. Hol vagy helyileg? 60-ban. Ja, bocsánat, mondtad, igen, 60-ban. Csak lányok, vagy van egy-két fiú, és a múltkor telefonált egy Varroda, azt hiszem 30 nő, egy szem fiú. Hát az döbbenet volt. Nem, van egy pár fiú is, de 99% a lány. Az igen. Hát három fiú van. Hú, és mind a hárman iszonyatosan kiégettek már, mondtam. Igen. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, nézd. Most látom, hogy könnyűek. Nagyon könnyű. Könnyűek. Könnyűek? Jó. Szokott menni, Brigi? Barbara vagyok, de szokott, igen. És honnan beszélsz? Mivel foglalkozol? Hihetetlen, Brigi, hogy neked mindenem fel kell akadni, komolyan mondom, hát most nem is értelek, de most tényleg. Most miért köteket? Miért kell velem állandóan kötni? Nincs elég bajom? Oké. Okay. Na, Barbie, figyelj, így szól az első kérdés. Melyik autópályán jutunk el Budapestről Hegyeshalomra? Jó, hát már. M1-es. M1-es. Na. Honnan beszélsz? 60-ból. Na, akkor megvan a második. Mehetünk? Na. Igen, mehetünk. Így szól a második kérdés. Melyik egykori kiváló teniszező André Agassi felesége? Brooksfield. Kiváló, ez önmagában a válasz egyik fele az jó volt, mert hogy ők egyébként kapcsolatban voltak egymással, csak Brooke Shields viszonylag keveset teniszezett, vagy mi nem tudunk róla, hogy olyan kiváló lett igen. volna. Viszont a jelenlegi Steffi Graf. Igen, Steffi az Graf. Ugye, már az jobban beleégett az a név. Igen, az Open könyv, az a szenzációs Agassi életrajzik, hogy már a Brooke Shields-el volt, de már ott kinézte magának a Steffi Grafot. Igen, igen. Tudta, hát hogy én egyszer, nem cseréltem volna el. Tudta, hogy egyszer vele lesz. Steffit. Igen. Barbie, picit elhamarkodott volt talán a válasz. Nincs. Nem baj, majd legközelebb sikerül. Jó, oké, okay. Sajnáljuk. Okay. Köszi, hogy minket hallgatok. Ciao, hello. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra múlt 1 perccel, jövünk mindjárt. Kedv van, ez azt jelenti, hogy Kassa Tibivel, vele folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 15 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az 52-es főúton a kerekegyházi elágazásánál mérik a Kecskemét felől érkezőket. Jancsi küldte ezt nekünk. Aztán a Budafoki úton befelé menetiránynak ellentétes oldalon egy cowboy sétál, és ez nem vicc, írja Rucsi. Aztán helyesbít. Bocsa, cowboy a Budafoki felüljáró és az ÖMV út között a nagy kanyarban glassz. Rucsi szintén elküldte. Köszi, Rucsi. Köszi. Mit csinálod? Galasszál. SMS-eket küld. Igen. Ti beszéltek, a játékos bemondja a jó választ, és eliraktok egy rossz kérdést utólag. néha sajnos van ilyen. Igen, ez megtörténik. Igen. Trafi az M35-ösön, Debrecen felé a 18-as kilométer körnél. Csabesz küldte nekünk, valamint a 451-esen Szentes közelébe kamion az útra szórta a rakományát, méghozzá gabonát, félpályás útlezárás van. Ezt Pisti küldte. Köszönjük szépen a közlekedési híreket. Kedv van, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere. Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Nagyon veled vagyok, Balázs. Na, mivel? Tehát ez egy bűnszövetkezet ja. egyébként, ami kezdi behálózni ilyen értelemben a sztárvilágot. Nem egy kollégánk esett már ennek áldozatul, tehát és ez csak ennek az alja egyébként, amit kapirgáltok itt. Ez abszolút a felszín, ez a parkolási odafestegetés. Igen? Ez szörnyű, hogy milyen hát abszolút. Éri. Nekem volt egy időszak, például régebben, ugye, amikor pont ugye kapcsolatban voltam, és ugye azért én a családi értékek és a monogám kapcsolatok híve vagyok. Ugye, ez konzervatív. Így ugye? Van. Ez nagyon helyes, hogy ezeket az egyszer, értékeket képviseled. Ugye én csak abban vagyok, ugye, hogy lefeküdtem aludni, ugye, tehát hogy kipihenjem magam, tehát hogy másnapra fit és üde legyek, reggel megriadok, és ott fekszik alattam egy 17 éves gyönyörű király kisasszony. Hát a rohadékok. Hogy került oda? Ugye? Érted?
Hát, milyen világ ez? Hát és ő rögtön mondtam is, ugye, hát akkor mondtam, hogy most drágám, most nekem hiszel vagy a szemednek, ugye? Tehát ha, hogy azért rögtön elindultam. És ugyanez szórakozó helyen lemész, táncolgatsz, ugye kedvenc számodat berakják, rázod rá, táncolsz, majd egyszer csak azon kapod magad, hogy egy idegen nyelv a szádban. Hogy hát került elképesztő. Oda? Elképesztő. Hát milyen világ ez? Ki tette oda? Hogy szedik rá az embereket, ugye? Nem? Hát nekem mondod, nem. Tehát áldozat azért, vagyok. Ugye? Áldozat. És ugye az a baj, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy nyilván te vagy a bűnös, mi vagyunk a bűnösök, miközben egy áldozat vagy, de hát nyilván a körülmények ellened szólnak, ugye? Igen, de nagyon kipihent, hogy ez minek köszönhető. Jó formában vagy. Aludtál? Igen. Vagy? Ja, altatóval aludtam. Ja. Kiütötted. Nem, olyan kipihentebbnek tűnsz. Kicsit úgy rátintáztam. De nem, bár meg valószínűleg az is tudod, meg tudod, a frissen jött siker, tudod, most egy picit úgy bebrilliroztam megint a televíziózás nagy ágyúi közé. Igen. Láttál, szurkoltál? Ilyenkor egyébként, abszolút szurkoltam. Amikor abszolút látsz, akkor benned van az, hogy a mi gyerekünk, a mi kölykünk, mi kutyánk bennem, kölyke, igen. Benned van? Picit, nagyon vicces igen, voltál. Nagyon szeretett dobrálni. Igen, mondjuk... Az a baj, hogy igen, tehát Ákos az tehát a humortalanság fájna, akkor Ákos morfiumozni kellene. Szegény. Tehát, hogy ő azért picit talán túlságosan olyan veszélyt, hogy mellette mindenki vicces, de te feltűnően vicces voltál, de szegény Ákos azért igen. Tehát... Ő a szakmai részét képviseli a műsorban. Ja, hogy így van leosztva? Igen, aha. Abszolút, tehát ő a szakmai részét elemző, és akkor nyilván én megpróbálok ilyen. De te is zenéltél régen, hát csak úgy szórja a poénokat. Hát igen, de ezt én most próbálom háttérbe szorítani, próbálok a humorra és a sorra koncentrálni, Ákos pedig inkább a szakmai részét elemző dolgoknak, tehát hogy így van nálunk leosztva. Ja, hogy ez hogy vártam tőle, hogy valami, de nem jött. De nem jött. Keveselted, vagy mi? Hát igen, kicsit. De te jó voltál egyébként. Jó. De tetszett egyébként? Igen. Így, hogy nem láttad? Így, hogy fogalmam. Ne, oda kapcsoltam, néztem. Kedvelem azt a műsort egyébként, ha az lesz, ahogy egy-két évaddal ezelőtt, vagy egy-két évadban, amikor senki nem veszi magát komolyan, röhögnek, nagy táncok, nem nagyon akarunk meg a sztárt, meg voice-ot játszani, mi röhögünk magunkon, akkor ez egy jó műsor. Ha elkomolykodják, akkor baj. Ez lesz baromi jó párokon, hát fia, ez a Sears, tehát a Fekete Laci. Az nagyon jó. Azt mondta, hogy ez a szenzációs. Azt a hangot nem vártad a Laciból. És előjön belőle olyan hang nincs. Olyan nincs. Egy 160 kilós csávó. Hát, ilyen magasan. Valahogy a mutálást megfékezte a Fekete Laci, és előjön belőle egy ilyen masszív, ilyen héliumos, ilyen valami, nem tudom, fies sírs, és a csávó jön, megy ott a hasát, és az izmos kockalas nyomták, és itt ott azt az orbitális belet így dobálta. Ez kell, nagyon jó. Kemény, nem? Igen, de ez jó vonal. Most van egy sztori, amit hozni akartam nektek, mert szerintem egyébként baromi érdekes, és érdemes egy picikét foglalkozni vele. Van most a világ legidegesítőbb játék, ez egy madaras játék. Olvastam a hírt. 50 millióan töltötték le eddig. Emberünk napi 10 milliót kaszál vele. Ez egy valami vietnámi programozó, napi 10 milliót csinál vele. Én letöltöttem a játékot, egyébként én nekem eddig legalább 70. Addiktív nagyon, tényleg? Tehát rákattansz? Figyelj! De olyan, hogy egyébként van egy másik videó, ahol mutatják, hogy lehet megverni a játékot. A csávó megy, ötöt ugrik át, ilyen csövek között kell egy ilyen madár át ugrabugrálni. Ötöt átugrik, utána pedig, mikor elrontja, akkor fog, és egy rohadt nagy kalapáccsal szétveri a telefonját. Hogy így lehet megverni a játékot. De levetette a játékot, nem? Most csinálta ezt, majd odaadom a játékot közben, nyomogassad itt, föl is adom rá hangot egyébként. Egy ilyen aerodinamikailag teljesen rosszul tervezett madárral kell átugrálni ilyen csöveknek a lukai között. Aha. Nyomogassad, és akkor ugrabuk. Igen, már meg is van. Ja, és akkor le is zuhansz, igen. De ő ezt levetette, mert nem bírta a nyomást, ugye? Emberünk azt mondta, hogy annak ellenére, hogy napi 10 milliót kaszált ezzel a játékkal, nem bírta a nyomást, a hirtelen jött hírességgel járó feszültséget, igen, és levetette. Hülyeség. Napi 10 millió. Most, ha fönt volt érted egy hónapig, akkor már megvan. Hát, de én azért még bírtam volna egy kicsit a nyomást. Ha nem egy marketing fogásról van, ugye most egy csomóan nem tudják letölteni, de elvileg most levetettem, azt mondta, hogy köszönjük, és nem kérek akkora őrületet. De lehet, hogy majd meggondolja magát a jövő héten, és akkor még négyszer annyian fogják letölteni. Vagy ezzel lehet majd csajozni, hogy tudod, neked van Flappy Bird-öt? Nincs. Akarod használni az enyémet. A másik meg az, hogy ha napi 10 milliót csinálsz, akkor azért, mikor úgy rátszakad a nyomás, mikor úgy megterhelnek, akkor beülsz a valamelyik sorban álló Lamborghinitbe, hogy nem megpihensz egy picit, tudod, hogy a nyomás alól. Kicsit úgy fújsz egyet. Nem? Igen. Fújsz egyet, ha nem tudom melyik ilyen limitált 200 darabos Ferrari-tba, akkor csak nem tudod, hogy kifújni magadat, nem? Hogy kicsit elengeded az ugye? Autópályán, kicsit nem? Fújsz egyet. Fura, hogy ő ezt a nyomást nem tudja elviselni, mert szerintem ez nem jár olyan média felhajtással, újságcikkek, stb. Egyszerűen csak minden nap jön egy SMS, aminek azért annyira nem zavaró hangja. Ahogy a kenguru borított kormányra döntöd a homlokod, és egy picit zokok. A gyémántporos váltóddal az aranyozott kocsit Bugatti Veyronodba üldögélsz. Nem, hogy valahogy azért a napi 10 millióval járó nyomást, azért én megmondom őszintén, szinte bármi legyen, az én föl tudnám. Nehezen, de föl dolgozni. Nagy duzzogva, de még a napi 100 000-ért is el tudnék. Szerintem egyébként ez egy marketing húzás. Tehát és akkor mi jön? Nap múlva visszarakja. Falkába repül át a 400-an fogják. Meggondolta magát. Persze. Ügyes.
ügyesen csinálják. Igen. Valami csapat. Ez egy programozó? Egy ember találta ki? Hát figyelj, hogyha ez a programhoz többen kellettek, akkor rohadt nagy hülyék. Rettenetesen primitív egyébként. Olyan ott van ez a játék, de figyelj, tehát a párom csak azt látja, hogy egyszer csak eltűnök, és így szoláriumozok a telefonomat, és akkor tiku, majd a következő az, rohagy meg, te dög! Hát ez a jó, hogy ez abszolút függőséget. Abszolút. Persze. Jó, de nem azért húztam az időt ezzel rengeteg felvezetéssel, önmagam ünneplésével, a még meg nem említett klubkoncertemmel, amit nyilván meg fogok majd említeni, mert nincsen ma valami, ami böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. A csúf. Na mi a csúf? Vagy miben verjük bele? Ugye, hogy beleverjük, ugye előtte meg nem is volt még ott semmi. Na mindegy, hogy van egy ilyen dolog, ami már régóta bosszant engem, és nem nagyon értem, hogy miért. Ez nem is annyira böki a csőrömet, de magyarázzátok el, mert lehet, hogy én vagyok a dologhoz nagyon-nagyon birka és sötét. Vannak az újságok a repülőn is, mert különböző divatlapok vannak, biztos lapozgatjátok ti is, hogy olyan, amikor repülsz, tudod, amikor rengeteg repülőt során. Mindig csak divatlapokat olvasok. Amikor ingázol Brüsszel és Budapest között, vagy Frankfurt és Budapest között. És benne van, de ezt egyre több labban látom. Egyébként benne van, elkezded lapozgatod, majd egyszer csak úgy döntött a fifikány szerkesztő, hogy mostantól pedig fejjel lefelé. És akkor meg kell fordítani az egész lapot, és elindulsz, és fejjel lefelé lapozgatod tovább amarra. Ez általában ilyen női magazinoknál csinálják, hogy a felénél megfordítják az egészet. És onnantól fejjel lefelé olvassad. És a végéig ugye fejjel lefelé van. De, tehát, hogy szemben, az lehet, hogy az, hogy a közepén a barátnővel így meg tudod osztani? De nem tudod, mert ha kifordítod, akkor neki fejjel lefelé lesz. Tehát az egészet meg kell fordítanod az újságot. Nem? Akkor mi a búbánatos túrójé forgatják? Jó, addig innen, én addig látom, mindig nem megyünk. Járatja ezeket a lapokat, hogy ő forgatja ő is. És valahogy akkor fordít rajta egyet. De és mit csinálsz kicsim? Semmi, olvasom a B oldalt. Ő megszokta, tehát de kérdeztem, hogy ennek mi az értelme, és nem tudta ő se. Azt hittem, hogy ez amilyen női praktika, tudod, hogy a balagy féltekédet használ, megfordítja, hogy ugyanúgy olvasom. Hogy nehogy eltorzuljon belőle. Nehogy ez okosabb legyen balra, mint jobbra. A jobbkezesek, csak balkezesek, hogy mindkét irányba lehessen lapozni? Mert ha repülőn, akkor még azt lehetne mondani, hogy a nyomtatási hibásokat dobják föl, már azokat ingyen is elolvashatják. Hát tényleg mi az értelme? Egyébként jó a kérdés. Mert ugye amikor kijöttek ezek a kicsi lapok, ugye voltak ezek a nagy havi női magazinok, kihozták kicsibe, az azért, mert az táska méret. Aha, akkor be tudod rakni. Az oké. Okay. De ez a fordítás, ez biztos, hogy nyilván van egyfajta marketing szempont, nem csak azért, mert így jó, mert most ez nagy divat, tehát sok lap csinálja. Néha mellékleteket így megoldanak, hogy mit tudom, tematikusan van megoldva mondjuk a másik fel az újságnak, egy bizonyos témának szentelik, akkor megfordítod. Vagy például az egyik fele női, a másik fele férfi, tehát amikor így ketté van választva, tartalmilag. De nincsen ilyen, a hallgatók nem írnak valamit, nincs valami rohadt okos, aki fejjel lefele szerkeszt újságot. Hát még időmíg befut, az meg egy-két perc, még ezt valaki tudja. De ez például havi magazinoknál van, tehát heti lapok nem nagyon csinálják, heti bulvárlapok azok nem, még nem láttam. Nem két újság van összetéve? Ugyanaz az újság, és a felénél egyszer csak megfordul. De vagy, hogy az egyik rész, hogy tud, hogy már a másik részt olvas, az egyik foglalkozik a női divattal, a másik meg mit tudom én, a női lélekkel, és tartalmilag van egy ilyen külön... Igen, tematikailag az ott elkülönül egymástól. És így tudják elkülönül, hogy fejjel lefele kezdik egy csinálni az újságot? De mi, hát, hogy egy olvassa, és a táska rovatból átmegy a jóga rovatba, azért észreveszi, hogy mást olvas. Tudják, hogy hát, ha nincs fejjel lefele, az is táska. Igen. Tudják, hogy Tibi milyen felületes, és így legalább azt gondolják, hogy akkor tudni fogja, hogy ez már egy másik cikk, amit olvas. Vagy így akarja lebuktatni, hogy tényleg olvasod, de mert ha tovább lapozgat és hümmögsz rá, akkor nem is olvasod valójában, csak a képeket nézegeted. Valaki azt írja, hogy két címlap lehetőség. Egyébként igen. Na de miért a címlapot csak egy oldalra teszed? Hát, hiába van két címlapot. De a fejjel lefele van, arra fele, vagy bögre, amarra táska. Vagy jön, mint valaki a henteseknél megforgatja a csirkét, és akkor az újságárusnál egy naponta egyszer megfordítják a címlapot. Hát mondjuk, ha van egy Newsis magazin, annak egy, hogy ugyanazt az újságot felváltva teszik ki. Egyet teszel, így fordítasz. Aha. Így, és akkor már is van kettő belőle. És lehet, hogy ugyanannak az emberek el tudtad adni kétszer ugyanazt az újságot. Igen. Egyszer megvette Zsizel Bündchennel, egyszer megvette két Mosszal. Egyszer megvette fölfelé, egyszer meg fejjel lefelé.
Nem, ez reálisnak tűnik egyébként a két címlap lehetőség. Két címlap lehetőség. Egyelőre ez a legreálisabb. Mert két címlap. Akkor nincsen hátsó címlap, hanem mind a két irányban. Két eladható címlapod van, így van, és ezért tudod ezt megcsinálni. Ez ötlet, duplán tudod reklámozni az újságodat. Tébi, itt van egy új cím. Tényleg, hát rengeteg. Ugyanannak az újságnak mind a két címlapján te legyél. Persze, tökéletes. És a CD-d, az új CD-d. Így van, két oldalra. Abszolút. Jó, de egyébként nem kell itt megállni, mert egy csomó ugyanilyen lehetőség van. Na. Tehát miért akkor a főcímeket lehet, hogy mondjuk két főcímmel menjen egy film? Elindul a film az elején, és a felétől megy visszafele. Két főcím. Hát, kétszer te döbbenet vagy. Két főcím, két jó indítás. Elképesztő vagy. Uh-huh. A felétől visszafele jár. Na, nem törődj vele, ez nálunk egy technikai csak így kapcsoljuk. Beléptetek a 21. A Mars expedíció korszakában, vagy AUX kábellel? Igen. Az internet egy koaxról megy, vagy miről. És ugyanez egyébként megvan az italozásban, és csak hogy a Ferit is egy picit bevonjam a dologba. Tehát például a töményből is van olyan, ugye, ami egy darabig megy befele, ugye? És utána a felétől pedig kifele. Hát az amatőröknél igen, de mi nem állunk. Nálad minden nem marad. Persze. Jó. Nem azért iszod meg. Félve kérdezem, hogy az ócska nyerességvágyból fejjel lefelé fordított újságok jogosan bökik a csőrömet. Kettes szintű csörbökés. Ezért kár volt ilyenkor elkeketni. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. Jó hallani. Abszolút. Jó hallani. Látom, hogy milyen hiteles, hogy tényleg olvastad a női magazinokat, igen, és fölhúztad magad, és mondtad, hogy jövök a Balázsékhoz, elmondom, mert olyan zaklatott vagyok, hogy nem tudom elolvasni ezt a női magazint. Abszolút. Abszolút hiteles. Bennem volt a feszkó emiatt, tudod, és akkor mondtam, hogy most hozzunk egy ítéletet, de ezt jó hallani. De jó, ezt most megadtuk. Nagyon jó. Na, mi a témán? Fiú, Valentin nappal foglalkoztok, hallom, hogy a Csabit kisorsoljátok. Képzeld, hogy a Csabi annyira jó arc volt, hogy megígérte nekünk, hogy valakivel elmegy vacsorázni, vagy reggelizni. Egy Michelin csillagos étel. És ő fizet. És visz ajándékot is. A Csabi egy úriember. Komolyan mondom, a Csabi egy úriember. Tegnap fölhívtuk. Arról a téredbe, akkor meg kis kuponjaimat vissza is teszem a Jani pénztárcájába. Igen, ide tedd le, csúszta, csak ide a jobb kezembe. A rohadt életbe. Csak azon gondolkodtam, hogy ez a Valentin nap, egy picit foglalkozva, egy picit én azt érzem, hogy ez még mindig azért. Persze azt mondják, hogy a szerelmes pároknak egy ilyen napja, de valójában azért ez még mindig csajos. Hogy érted, a csajos? Hát ez a csajok, csajokról szól. Hát figyelj, szív alakú szív, virág alakú szív, szív alakú virág, bombon alakú szív. Tehát ez, mi ez a csajos. Ez, én ezt nem gondolom. Ez csajos. Ezt gondolom. Most dobókockával nem tudsz szerelmet de nem, ez, vallani. De ez inkább nem? Gyerekek. Ez inkább, én még mindig azt mondom, hogy picikét, ez inkább a lányoknak áthallásos dolog, kevésbé fókuszál azért a fiú körömére. Tehát azért nagyon ritkán kapsz Valentin napra egy autóztatást. Mit kapsz? Hát rohadt nagy fülest. Abszolút apróságokat. Igen? Nagyon, igen. Mert én azt mondom, és akkor mehetünk is tovább, mert én azt mondtam, hogy a Valentin napra legyen egy picit csajos, én ezt elfogadom. Igen? Akkor menjenek a szíves párnácskák, a szíves plüss mackókák, a nem tudom micsoda, de legyen rá a rákövetkezőn a február 15. A Clementin nap, ami pedig csak a miénk. Clementin. Jó, ami csak a miénk. Ami csak a miénk. És akkor viszont csak a férfi kényeztetés. Tehát akkor mehet a szív, mehet a virág, mehet a romantikus vacsora, és jöjjön utána mi napunk, amikor mi vagyunk elkényeztetve. Ez nem rossz ötlet, de hát hogy gyakorlatilag ugyanazt kapod. Másnap nem. Rohadtul nem. Én összeírtam egy listát. Egyébként itt van, hogy a férfiak hogyan értékelik a Valentin napot, és mi a legnagyobb dolog. A 20%-uk szereti csak őszintén egyébként a Valentin napot a férfiaknak. Aha. Ez egy elég elrettentő szám. Viszont van egy másik felmérés, ami kiderül, hogy a leginkább az 59%-a a férfiaknak egy eddig még nem megkapott ilyen extrém szexuális élményt szeretne Valentin napra. Ha? A párjával, vagy a párja nélkül? Azt hiszem mindegy. Hogy megbeszéli a párjával, hogy találjanak ki valami újat? Tehát, hogy a férfiaknak mondjuk a 60% a Valentin napra valójában egy ilyen extrém hancúrt. Ez nem rossz. Ez nem rossz, és ez Clementin napon, ugye? Nem, ez még a Valentin. Csak azt mondom, hogy Valentin napra ezt kérnék, tehát ebből is látszik, hogy mi férfiak azért nem vagyunk jól ott megfogva, mert ha 20%-unk szeret, és abból 60% egyébként valami szexet akar, akkor még nem érezzük azért a dolognak annyira lelkivetületét, nem? Hát, tudja a fene. Igen. De szerintem ugye? Ez egy ilyen kellemes árukapcsolás, én azt gondolom, mert én például úgy állok hozzá, hogy ami a kedvesemnek öröm, az nekem is előjáték. Te hülye vagy. És akkor te Clementin napra ezt kérdez? Nekem ennyi. Ez jó. Valentin napon alapozunk, Clementin napon alapozunk. Egy hosszú, nagyon forró, 24 órás együtt zokogó szeretkezés vár rátok? Így van. Vasárnap éjszakáig? Egymás szemébe nézős, hideg, borzongós, együtt síros? Sírva örülök annak, hogy mennyire boldog vagyok. Valentin napra akkor legyen ez, hogy extrém
szexuális élmény, utána zárójeles kérdést tudjon-e róla az asszony, ugye? Jó, én 15-ére Clementine napra összeírtam az egy picike listát, és ezt próbáljuk meg bővíteni, hogy a férfi Valentin napon, Clementine napon mit durrancsunk be. Itt van például rögtön az első kérdés, vagy az első kérdésem Clementine napra az, hogy bocsássa meg nekünk minden további nélkül, hogy a Valentin napot elfelejtettük tegnap. Ez nem rossz, nem? Hogy már írjuk egy SMS-t? Nem, 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 hogy 15-ére mi férfiak. Azt kérjük, hogy bocs, hogy elfelejtettük a 14-ét. Amnestia. Amnestia a 14-ével kapcsolatban. Jön a következő, ezt érezni fogjátok. Egy mappa az összes barátnője mesztelen képeivel. Vagy legalábbis ilyen glamúros. Miért kép... akarod te az a baj, hogy a Vikinek van egy-két barátnője, de elég sok fiú barátja is van. Hát akkor te arra. Akkor neked az Balázs. Kinek a... Józsi! Zoltán! Zoli! Bá. Béla! Jó, ne mondjátok! Erzsini! És arra kezdjük csak a versét! Tessék már felvenni valamit! Erzsike, dobjon már magára valamit, legalább a fotó kedvéért! Belegázoltok bokáig az álszenteskedésbe, ne? Tehát, hogy mind, egy hosszú kapcsolatban nem mondjátok, hogy mindenkinek van egy-két olyan ez a baráttársaságban, akiről, hogyha így most azt mondja, most legálisan meglegeltetheted a szemet, itt egy mappa, ezt kapott Clementine-re. Most ne nézzük azt, hogy nem a kapcsolat. Most nekünk kedveznek. Most kis, ilyen hát ez nem jó ajándék, mert akkor egy ilyen izgatás elindul, megnézhetsz egy nőről mesztelen képet, de annak nincs beteljesülése, tehát vagy legyen a nő bevállalós, és azt mondja, hogy drágám, van egy ajándék, ahol a fürdőkádba bemész, és ott ül valami, és baromi jó nő, és hát hirtelen elkezdenek nagyon-nagyon zuhanyozni ketten. Ez a képeket mutogatok, de nem történhet semmi, ez egy ilyen fél megoldás. Vagy egyáltalán ne történjen, vagy legyen a csaj bevállalós. Ez a kicsit engedem, hogy más nőt megnézzél, de egyébként már ide nem mozognak. Vagy pedig ez, legyen akkor ebben a teljes paletta. Itt vannak a képek, itt van a videó, és egyébként meg benn van az zuhanyzó alatt. Hát, hogy azt is tehet, igen, és a számlát te fizeted, mert eszkort. Azt is tehet, ez egyfajta katalógusként funkcionál, nem? Tehát, hogy egy kódnevekkel ott vannak Zsizel, nem tudom, Zafira, nem tudom, és akkor ott vannak benne, és onnan tudsz így válogatni. Igen, sok ismerős az lenne. Csak mondom, hogy néhányan sokan vannak címlapot. Ezt is érezni fogjátok. Jó, most jön egy paraszt, de ezt most nem mondom, mert tudjátok, hogy azért én a romantika hercege nyilván nem az, mondtok, azt hogy, gondolom, hogy te a romantika, nagykövete. A romantika és a humor nagykövete. De leginkább a romantika. És a humor. Te szemétláda. Jó, hát mert ide beírtam most azt, hogy egy délután nélküle, de ez nem szép dolog, ugye? Tehát itt már verjek is a számra, ugye? Hát hogy csak egy délután kértél? Egy nyugodt délután. Most tegyétek a szívetekre a kezdeteket. Egy Clementine napi nyugodt délután, egy jó teniszmeccsel. Egész nap. Figyeljük, hogy egész. De jó teniszmeccs, egy jó sörrel. Minden nő persze vágyik arra. Tehát most a Viki azt mondja, hogy itt van a Trónok harca 4. év, vagy valahogy ki megszerezte, nem tudom, és nézzük meg Janival ketten az első 6 részt, hát átjönnél azért. Hát benacsozoznánk ott a Trónok harca 4. év, nem? És nyújjál, ide talam a bal kezed, ez közel a halapenyót, Balázs, neked hogy hívják ott a sajtszózt, érted, és középre meg oda teszem a nachoszt. Egy trónokharca 4. évaddal nagy örömet tudna nekünk szerezni, azt hiszem. Tehát most egy nap ilyen visszatér a kamaszkor, ott vagy zoknidat, behajítod a sarokba, indítod a trón, tehát egy ilyen... De szerintem minden normálisan működő párkapcsolatban van ilyen. Tehát az, hogy a párok néha külön vannak, és a nő elmegy a barátnőjével, a pasi közben egyedül otthon sorozatot néz, az kell ahhoz, hát levegőt kell adni. Sosem értem azokat az embereket, akik egyébként 0-24-ben úgy együtt, hogy kiteszi a párja a lábát, és már megy az öröngés, hogy hova. Hát az egy idő után inkább nyomasztó. Az nyomasztóvá válik így. Nem, nyomkövetőt a telefonjában, semmi. Van letölthető program egyébként. Hát teszem is a csajomira, fel. Adjad szépen. Nem, a más ilyenek például, de mondjuk ilyet is fölírtam, hogy egy nagyon kényeztető masszázs viszonzás nélkül. Hogy csak ő tőle kapod? Szigorúan. Ez jó. Ugye általában ugye mindig megvan, hogy megmasszírozlak, hogyan folytatódik a mondat, megmasszírozlak. Aztán te is. Ha te is. És ez már az egészet elszarja, mert masszíroznak, de már vége fele már ott van a fenyegető réma, hogy már mindjárt eljössz. Érted? Ezért kell neked kezdened, mert utána már unnád. Egyébként tényleg? Ha te bekezdesz, utána már úgy így van. Jó. Mert nem? Akkor még érdekel, mert áthúz egyébként az egész sztorin az, hogy utána te következsz. Tudom, de utani. Tehát akkor a Valentin nap rólunk, az utána a következő nap rólunk, ez a... Nagyon, persze. Nem, nem rossz biznisz, mert akkor nincs az, hogy te rólad is szól, rólam is szól, hanem csak rólad szól, és az egész a tiéd nap, amit szeretnél. Hogy tiéd az egész nap, a következő meg csak a tiéd, nem? És két teljes nap van, amit egymásnak szerintem. Nem egy rossz ötlet. A férfiak megérdemlik a Clementine napot. Azt mondom, a Clementine nap csak a miénk, bár mind a kettő férfi név, ha jó, attól félek, hogy... Fé, ez tök jó lenne egyébként, Magyarországról elindul valami. Ami aztán eljut a tengeren túlra, hát Amerikába. Nem, ez a férfi nap, ez van, ez a nemzetközi férfi igen. Nap. Na, de ez a női szerelem, férfi szerelem nap. Ez most ez a miénk. Ez egy morning show kezdeményezés. Utóbbi évek egyik leghasználtabb ötletet. Abszolút. De tényleg, komolyan mondom. Jó, és akkor mondok egy utolsót, ami szerintem megint csak jó, hogy ezen a napon
terjesszen rólunk a barátnőnk hamis legendákat. Úgy, mint méret. Aha, hogy annyira jó sportolok, vagy. Tehát ha figyelj, ki ruhába nem mutatja, de ha levetkőzik, besír, tehát, érted? Tehát és ott akkor a teljes baráti kör leszpemmelve hamis legendákkal. Tehát figyelj. Ruhában de miért terjeszte rólam azt, hogy kicsi és impotens vagyok? Miért terjeszte mindennek az ellenkezőjét? Hát, nem? Te hülye vagy. Nem, hát hogy például, hogy a Tibi is ugye, hogy mindig lát, hogy olyan görnyetten furán jár, és hogy elmagyarázza, hogy valójában a súlypontjával mi a baj. Tehát, igen, hogy... csak terhelt a gerincem, mert ugye, van egy rohadt gravitáció, igen, állandó húzza lefelé. Ezt nem érzem fontosnak, de a többi az jó. A hamis legenda kertés az gyenge, de a többi az jó. Ha láttál volna már engem levetkőzve értenét, hogy ezt miért raktam be ide a végén. Igen, igen. Hogy a hamis legendák azok nagyon igen, is fontosak lenne. Igen, nincs is lenned. Nagy heréje, igen. Egy nagyon fontos dologgal szeretném zárni a beszélgetésünket, mert tudjátok, hogy nekem nagyon fontos nem, az, hogy a koncert, az élő koncert, a rajongókkal való találkozás, igen. És mivel szerdán megint klubkoncertem lesz, nagyon-nagyon szeretném. Tehát, hogy most ugye végre, akkor számíthatok rátok, ugye? Hogy egész biztos, hogy nem. Akkor az tudják, gyerekek. Hát, vagy mindhárman nevében legyek nagyon mikor őszinták. Mikor lesz ez? Jaj, te nyaller! Szerda este 8 órácska. Így van. Te mekkora nyaller vagy. Két órában a zene és a humor keverik egy színpadon, de egy... De miért neked ez a zenei pályafutás, ez egyébként még megy? Mert hogy ugye az utóbbi fél évben nem nagyon hallottam tőled, tehát ezt megtolod? Tehát a dalokat alapvetően írok, csak nem kérnek rotációba valamire, de majd ezen dolgozunk. Akartam is kérni, majd egy-két telefont. Mindig van egy-két neoton dalom. Egy-két telefont emelj már fel az ügyben. Hány dalod nincs rotációba? Nem, most jön a következő, úgyhogy az ügyben akartak cserélni, majd egy kicsit ezzel lobbizzál már, hogy a helyén legyen, jó? Figyelj, annyit kérek, hogy legyen jobb, mint az előző. És akkor az előző is jó volt, te szemétláda. De figyelj, de egyébként jól csinálja, amúgy a Tibi, hogy belegondoltunk, minél kevesebb dalod van, annál kevésbé fáj, hogy nem játsszák. A mazohista az, aki dal csinál, és utána kínosztatja magát, hogy nem játsszák, érted? Az okos nem csinál. Gyerekek, dal, és elmondom, akkor nincs, nem elmondom, hogy így a szólókarrierem rotátszámairól beszélgetünk csak, ott beszaladt azért egy 5-6, ez gyakorlatilag 4-jel több, mint az átlagos tehetségkutatósoké azért. Tehát, hogy miért nagyon megmarnátok, azért most már 2 órás élő koncerteket lenyomok úgy, hogy abból csak 1 óra 20 a feldolgozás. Tehát nagy fie, úgy nyomom, mint a legnagyobbat. Jó, fia, az asztalt én lefoglaltam, csak az a kérdés, hogy akkor hogyha nem jelentek meg, akkor sokáig ne tartsam, ugye? Nem az, hogy a dugóban álltok. Én levenném az asztalról a foglaltáblát. Tehát, hogy oda mennék, levenném, és azt mondom, hogy tessék helyet foglalni. Nem hazudnék, vagy nem akarok az, hogy a dugóban állok. Tehát, hogyha véletlen nem jelentek meg, akkor nem az, hogy még tartsuk, jönnek a fiúk, biztos jönnek, az elnök mindjárt telefonál, hanem teljesen őszintén mondom, ne tartsd. Nem fogtok most jönni. Addig, amíg oda nem érünk, Tibi, legalább rakjatok rá kabátokat, hogy értelmelek. De most nem jöttök. De ez azért van, mert nyilván mindegyiknek halaszhatatlan dolgotok van, és a következőre szeretnétek. Nem, engem nem érdekel. Egyszerűen nincs kedvem lemenni. Miért hazudjak, semmi dolgom, totálisan ráérek. Mit csinálsz szerda este, Jani? Nem nézzük meg a Nő című Spike Jonze filmet. Igen. Hát Joaquin Phoenix-el, kiváló film, már láttam egyszer. Igazi rohadékok vagytok. Na jó. Félre kérdezem, hogy... annyi mindent csináltam, hogy nem tudom elsorolni. Pedig ne is sorol, csak hallgass meg ezt. Jogos a taps, és a sikló. Jó voltál mindig. Holnap este, Tali? Jó. Hogy persze. Mindenféleképpen. Okay, akkor holnap. Legyen így. Akkor átjössz. Holnap találkozunk. Nincs arra, nem megyünk. Jó, zene és humor. 3-4-10, ez pontosan 5 perc múlva, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Klassz FM-en. Igazad van, rohadt egy világ ez. Hívják a tisztességes ember. Komolyan mondom, hát áldozat vagyok. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasz. Mi újság? Szörnyű dolgok történnek Csabi. A világban. Lassan már menet közben záróvonalat, miközben előző érte. Hát mi lesz a következő? Menet közben csinálják mindent, tényleg. Ja Istenem, jól van. Jól vagy, Csabikám, sportoltál? Milyen ábra lehet Tolvajrenyi házán? Ez a hallgatói kérdés. De jó kérdés. Figyelj, fölhívtunk egy betörőt, ez ugye egyébként nem került bele a Best of-ba, de beszéltünk egy olyan emberrel, aki betörő volt, már nem az volt, leülte, jogerősen kapott 3 évet, mondta, hogy szerinte ez nincs. Szerinte ez nincs, ők legalábbis nem ilyen alapon pakoltak ki házakat, meg irodákat, de minden esetre érdekes azért ezt jó figyelni, hogyha látsz valamit a kapucsengődön. De szerintem a dolog érdekes lehet, főleg aki félti az értékét, nyilván mindenki félti.
Én még soha nem láttam, bár nem is néztem jeleket különböző házakon, a miénken nem, értelemszerűen nincs, tehát azt az észrevenném. De most már innentől kezdve nyitott szemmel fogok nézni, vagy járni, és azt fogom figyelni, hogy hol milyen jeleket festettek a házak falára. De azt gondolom, hogy ez a graffitisiknek egy ilyen jó feladat lesz, innentől kezdve elrejteni ezeket a jeleket. Meg amit mondtál, tehát a cégednek, a biztosító társaságnak, hát vagy ez a riasztó heveder zár, térfigyelő kamera, hát alkoholos filccel fognak járni, és szórólappal. Na jó, de érdekes volt szerintem azért erről beszélni. Hívjuk a naphallgatóját már is, ha mondja, hogy morning show, ővé az ajándékcsomag. Csak mondom, hogy holnap este Dobrádi koncert lesz, nem megyünk el? Hát nem akartam megmondani a Tibinek, de én ott vagyok, tehát hogy nyilván ezért nem tudok. Ott lesz, tehát Dobrádi. Nagy nevetés lesz. Én sok mindenre elmegyek, akár ingyen is, de vannak kivételek. Morning show. Az bizony, jó reggel! Hello, nem írtad alá. Tamás. Hello, Tamás. Hol hallgatsz minket, Tamás? Debrecenben. Már munkában? Bizony, már irodában. Hol? Irodában. Ja, irodában. Jó van, ugye írtál nekünk egy rövid SMS-t a betöréshez hozzászólván, azt írtad már, értem, miért törtek be hozzánk a múlt héten háromszor, aláírás Varnus Szabér. VX, igen. Abszolút szellemes volt, úgyhogy te lettél ezzel a nap hallgatója. Egy gyönyörű szép ajándékcsomagot adunk neked, és vannak plusz ajándékaink. Na, szuper, örülök neki. A hát tényleg. Olyan, úgyhogy tessék? Kb. 3, mert hozzánk is betörtek. Na, nem mondott komolyan, családi de, ház? Hát egy új építési társasház. Milyen jelölés hét, volt? 7 vagy 8 napos ottlakás után sikerült arra hazamenni, hogy jártak nálunk, de semmi nem volt. Szörnyű érzés, nem olyan, mint a tényleg így, nem hát is tudom, mihez lehet hasonlítani. Van egy-két ismerősöm, aki ezt átélt, azt mondja, hogy borzasztó, nem is visznek el semmit, az, tehát a legszemélyesebb intim szférába oda mennek, és tudod, hogy jártak, az szörnyű. Nem vittek el sok mindent? Hát egy pár dolgot, ilyen óra hasonló. Milyen záratok volt? Volt valami komolyabb? Vagy azt szúrták ki, hogy esetleg nincs, vagy hogy? Nem is az ajtón keresztül jöttek, hanem az ablakon. Ja. Voltak a rendőrök, és mondták, hogy egy valami csavarhúzóval pattinthatták be az ablakot. Aha, hát az... Minket is szomszédot, aztán így elég szar volt erre hazamenni. Vastag Csaba koncertjegyeket nem vittek el? Mert ha elvittek, azért. Most kapsz kettőt. Igen, mert hogy van. Értékre mentek. Szegény Csabi, jó a szeretni sokat. Figyelj, voltál felügyeletetek bekötve valaki? Nem. Hát valamilyen csörömpölőt most már tervezünk, hogy bejönnek akkor legalább a hangra. Hát érdemes, ha kirakod ezt a távfelügyeletet matricával, akkor azért az jó. De az pár percen belül a helyszínen vannak, tehát ott nincs sok idő. De egyébként, ahogy írtad a Várnos Szabért, azt tudtad, vagy tudtátok, hogy ugye ő egy elég speciális módon védi a kecolját a betöröktől? Mi a bomba? Hogy ezt csináltatott Bécsben egy 150 cm-es viaszbábút, egy kislánynak a hulláját. És amikor elmegy otthonról, azt szépen felakasszák fönt rá a plafonra, becsukják a spalettákat, ha bejegy valaki, akkor mit lát? Szembe találja magát egy szederés arcú hullával. Ezt ő lenyilatkozta. Ugye ezt csinálja? Igen. Jó Isten! Tetszik. Hát eddig is majdnem százalék. Mondtam a Szabira, hogy igen, egy zseni egyébként. De ez jó. Konzultáljon azért a kezelőorvosával. Kicsit. Ugye? Na, küldjük neked az ajándékcsomagot, és megköszönjük, hogy minket hallgatsz. Jó? Köszi, szép napot neked. Ciao. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Ráadásul hozom a Takács Nikolászt, ha már itt szóba került mindenkit a magyar palettán, egyébként írják is, hogy milyen jó lenne Valentin napon a Kaszamenna Vastag Csabival, az lenne egy romantikus este. Ha már esetleg a romantika nagyköveteid, de szerintem ebbe a sorba simán be lehetne állítani a dalai alapján, meg hát, hogy a nők imádják a Takács Nikolászt, nem? Tehát ő azért... Hát jól is énekel. Fú, imádom, igen. És van ez az új dala, ez a Ráthangoltam, ezt hozom a következő órában. Meghallgatjuk. 555-55-00. Csabi telefonszáma, szeretne valaki dalt kérni, tegyétek meg bátran, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.